Kisvárosi Anzix. Közéleti és kulturális beszélgetés. Jó. Na, szóval akkor lényeg az, hogy akkor most ma az alkotóról fogunk beszélni. Igen. Ugye ez a Gareth Edwards rendezte ezt a filmet, 2023-as, én egyébként megmondom neked őszintén, én nagy hát lelkesedő vártam, mondjuk a tréler engem nagyon elriasztott, mert az a baj a mai trélerekkel, ugye most lett külön ilyen kategória, hogy akkor van külön tréler rendező. Az igen. Külön, azt nem tudom, tudod e de hogy, van ilyen, hogy külön tréler rendező, aki semmi mással nem foglalkozik, kérlek szépen, csak trélereket rendez, és, és erre specializálódik egy, mondjuk egy filmes csapat, hogy ugye megkapják a nyersanyagot, Aha és akkor trélereket kell ebből vágni. Igen, csak az ugye nagyon rámentek arra, hogy, hogy a narratív történetmesélés elemét, szerkezetét, az ugye beleépítik a, 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 a trélerbe, és sokszor a mai modern trélereknek a Szerintem a 80 a már alapból elmondja az egész történetet. Igen. És ez nagyon nagy probléma szerintem, és az alkotónál is ugyanez volt a probléma, hogy hogy engem ez nagyon zavart, hogy itt van ez a trailer, és hallod, és már mindent, már benne volt az érzékenyítés, benne volt a, 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 az AI, a, a minden point lelőttek, tehát valójában a filmet már nem is volt érdemes megnézni, mert valójában a lényeges részekből össze rakva a tréler. Pedig nekem nagyon mondták, hogy hát ez hűha, meg mit tudom, én nekem nem nagyon szoktam trailereket nézni, én nem szerettem, mert prekoncepciót eredményez, és ez elviszi a, ah. a tényleges filmről a, a lényeget. Ugye annak teljesen más a hangulata, mert ott megkapod az emotion drive-okat, és ott megkapod azokat a dolgokat, amit a trailer az egy ilyen gyorsan ledarál. Na mindegy, szól, a mai trélereknek az a legnagyobb problémája, hogy nem ad új titok faktort, hogy tehát, hogy az a baj, hogy, hogy, nem, szerintem ez nem profin kelti fel egy filmnek az ér, a, hogy az érdeklődést egy filmre, ha már mindent lesz spoiler ez az elején. Az biztos. Én egy, még egy dolgot tettem észre a mostani trélerekbe, hogy Na. egy picit mindig más a szöveg, mint aztán az eredeti, vagy a vég, végleges filmbe. Tehát én például legutóbb most megnéztem a Trollok együtt a Banda című rajzfilmet a mindegy egyéb édesanyámmal, Hóziba. igen, és ott, otthon megnéztem a trélerét, és hasonló jelenetek voltak a filmben is, tök más szöveggel. Vagy, vagy legalábbis módosított szöveggel. Szóval nagyjából arról szólt, ami a trailerben is benne volt, de, de mégse úgy volt. Tehát olyasmi érzésem van, mintha azt az üzét akarnák magukról ledobni a stúdiók, azt a vádat, hogy a spoilereznek a trélerbe, és akkor valójában a trélerben nem az van benne, ami aztán a végleges filmben van benne. Hát nem. lehet, hogy vannak benne olyan jelenetek, amik a végleges filmben nincsenek. Ezért tudni Aha. kell, hogy azért általában, ha egy amerikai filmet nézünk, azért azok mindig túlforgat. A magyarok Aha. is mostanában, de de ez régebben nem volt divat, de mindig túlforgatnak. Tehát sokkal több, a, jóval több a nyersanyag. Mint, mint ami belekerül a filmbe. Aha. Mert ugye általában úgy van, hogy költségcsökkentés címszó alatt ö, egyszerre ilyen két-három, esetleg négy kamerával is forognak a nagy filmek. Tehát ugyanazt, a, ugyanazt a trájt, ugyanazt a jelenetet, amit Aha. éppen felszek, az egyszerre kettő-három-négy kamerával is öznek kettő kamera még azért elég optimálisan bejelzhető a, a, felvételbe, három-négynél már lesznek átfedések, tehát belelógnak egymás, tehát a kamerákba, de hát, nyilván... Értem de nyilván azok ugye nem lesznek belevágva, csak csak a, az a rész, ahol ugye esetleg, mert ugye ez, ez ah. magyarul egy próbával, vagy egy felvétellel, egy trájjal, gyakorlatilag egyszerre négyszer annyi első, ha mondjuk négy kamerával ah. forogsz, négyszer annyi nyersenyokat veszel föl. Na jó, de ugye be kell állítani négyfajta plánt, szóval azért nem olyan egyszerű ez, kettőnél ez még nagyon hatásos, meg optimálisan lehet kezelni, mert valamikor egyszerre két karaktert rögtön fel tudsz venni, ah. ha úgy beállít. És akkor így eleve nem kell mind a két karakternek a beállításából felvenni, a jelenetet, ez, ez jó tud lenni, de hát ugye az, az dupla kamera, a dupla kamera crew, tehát hogy az, És az... akkor ez később a rendezőnek könnyebbség, hogy a vágónak van miből dolgozni, vagy, vagy... hát persze, vagy... persze, mert, mert, akkor hát meg a felvétel, a gyors, tehát valójában a terep munka az mindig eléggé problémás kint, mert ja, ugye ott, ott le kell drága, foglalni helyszínt, rengeteg pénzbe kerül, nagy a stáb, nem tudom, stb. És valójában az, hogy ha egy, egy egy filmet mondjuk, aminek a tervezete 60 nap a forgatása, felveszed 50 nap alatt, akkor te leszel a világ legjobb rendezője. Akármi szarul is sikerül, mert 10 napot spórolt. Persze van. nyilván annak is függvénye, hogy utána össze vágni a filmet. Na, térjük vissza okay. a nériatához. Igen, hogy kreator. Tehát a trillerek, az a baj, én megnéztem ennek a trélerét, és hát nagyon borzasztó volt, mert gyakorlatilag a filmnek a hát gyakorlatilag a szint az egész filmet elszpoilerezte. Most egyébként ilyen klisés részek nem voltak benne a trailerben, de oda nem is fér bele, de hát én megmondom őszintén, nekem nagyon csalódás volt a trailer és akkor utána a filmtől se vártam sokat, és egyébként ez be is igazolód, de ne lőjük le a poént, akkor kezdjünk el beszélgetni Jó. a filmről. Pozitívumok, negatívumok, koncepció, mert egyébként igen, szoktak ilyenek is lenni például, hogyha vagy egy rendező, mondjuk van egy korábbi filmje, ami azért sikert alatt, vagy több filmje, ami sikert alatt, akkor az embereknek azért ugye az elvárásaik megnövekednek, Aha. és azért egy rúg, rúg van után, úgy, hogy én nem is nagyon vagy rúzs van ki, hogy ejti tök hát mindegy. mindegy Zsivány egyes. Zsivány egyes, teljesen mindegy. Ami én egyébként nem vagyok nagyon sztárasz és egyébként ez a spin-off, ez a, spin -off, ez a nem is nagyon hangulatában, attitűdjében nem nagyon, talán azért is tetszett, mert nem az a klasszikus gagyi ilyen valamit lehet belőle. Csinálva, hanem, hanem tényleg egy ilyen. Nem is volt happy ilyen, nem tudom, stb. tehát hogy ez ilyen. Nagyon jó megcsinálták szerintem. Igen. Meglepően jó volt, ahhoz képest, hogy Star Wars film volt. Hát egyébként én, mert ez a klasszikus limonád és ilyen üro, üro vagy nyugatos űroperás Star Wars mese nekem nem nagyon tetszik, de, a, de ez a rúzsban, ez nekem nagyon tetszett meglepő módon, és akkor az ember ilyenkor kicsit többet vár el, mondjuk esetleg egy ilyen filmtől, mint az alkotó, mert hát ezt azért be kell látni, ez a másik fő probléma, hogy azért a sci-fi vonalon nem nem olyan erős azért a felhozatal. Hát nem. E és, na, és már évek óta. És egyébként, ha megnézzük, arányaiban mindig sokkal kevesebb sci-fi készül, mint, mint mondjuk a klasszikus dráma, thriller, krimi, tehát a realista szerkezetű filmek, vagy mondjuk a fantasy, a fantasy az mindig, mindig, mindig populárisabb volt, és az az igazság, hogy ha az ember azért, hogy is mondjam, szóval nehéz belefutni egy jó szifibe, ez a lényeg. Ah, ja, igen, hogy? Hát, én sokat vártam amúgy az élén előzmény filmektől is, aztán elég gyenguszok lettek azok is sajnos. Hát szerintem egyébként én értem a koncepciót ez a Prométeuszban is egyébként, de ezek, ez a Prométeusz kapcsolatban is egyébként nagyon sok minden korábban már azért az ilyen, hogy is mondjam, intelligense faj, izé, megalkotta az embereket, bla, 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 Szóval ezek már annyira közhelyes dolgok voltak, aztán most azt hogy egy ilyen, ezzel akarta ki, na most, én, tehát, hogy, Azért is gagyi egyébként a Prometheus két szóba, mert minek hoz létre egy ilyen alien fajt, hogy kírtsa az emberiséget, ha valójában annyira fejlett, hogy gyakorlatilag ő maga el tudna pusztítani az emberiséget, mert hogy nem vált be a kísérlet eredménye, Igen. valami ilyesmi volt a történet. Igen. És akkor ugye létrehoztak erre az alien fajt, hát szerintem tök felesleges, mert az, ha egy intelligens faj nem hoz létre egy másik fajt, amivel csak a probléma van. Igen, még rájuk is támad, vagy mit tudod? Hát én, hát rájuk is támad, tehát pont ez a vicc, hogy, hát, hogy valakinek ez nem merült fel egyébként az alkotókban, a Ridley Scottban, hogy bocsi, de hát létrehozunk egy fajt, ami a mi agresszorunk is lehet. Hát igen. Nem, á, gyerekek. Hát, És én. erre egy filmet építünk. Na Itt mindegy, 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 ugorjuk el. Hát Max szó, annyi volt jó, hogy ez a David, ugye, az, az bemutatta, hogy, hogy mennyire <coughs> ilyen, hogy mondjam, ilyen hidegen célzatos tud lenni, ugye, egy roboti intelligencia, vagy. Na mindegy. És ez még valamennyire kapcsolódik a mostani filmünkhöz is, bár nagyon minimális. Amúgy, hát visszatérve a. filmre. Alkotó. Igen. Na. Ez, ugye a látványvilág az, az nagyon szép, nagyon jó, bár vannak ö, a, a látványvilágban is nekem érthetetlen elemek. Ugye, ugye a film elején már megjelenik ugye az amerikai hadseregnek ez a ö, Nomád? csatahajója, vagy igen, vagy igen, 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 igen. Ű, űrcsatahajója, mert ez valójában ugye a, a stratoszféra tetején, vagy, 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 vagy legalábbis alján mozog. És ugye ez egy ö, ö, fényesen, kéken fényesen világító ilyen hologram ö, célzóval rendelkezik, ami ugye az addig oké, okay, hogy egy rakétát legyük föl, be kell célozni, de az miért jó, hogy az áldozataid látják 5000 kilométerről, hogy egyrészt már jössz a levegőbe, másrészt hova célzol éppen. Tehát ugye... Ö, Általában ilyen célzásokat ugye mai a hadseregek is, hát hogy mondjam, nagyon pici ponttal, vagy, vagy teljesen láthatatlanul, tehát egy monitoron Persze. a rakéta látja, hogy mit akar, mi, mit akar hát, tenni, ö... de a célpont nem fogja látni, tehát. Igen, ez is egy ilyen, tudod, hogy ez is a látvány. Tehát, okay. hogy itt, itt hát, beáldozták okay. a látvány okay. oltárán. Igen, tehát ez tényleg egyébként, ez nagyon jó, hogy mondod, mert ez most, most így bennem is szögetütött, hogy mindig az van egyébként, amikor a dramaturgiát készíti az ember, hogy azért igyekszik minél jobban körüljárni ezeket a problémákat, hogy a nézőben milyen olyan irracionális dolgok merülhetnek fel, amiből de benned is, hogy passzus, hát ezt nem fogja a léző logikusnak tartani. És, és, ugye ez azért nagyon fontos, mert ha a néző nem tartja logikusnak, akkor az hülyeségnek fogja tartani, ha a hülyeségnek tartja, akkor az unalmassá válik, klisésé válik, nem fogja nézni, nem köti le, stb. Tehát, hogy ez a filmtérben a valóságot meg kell alapozni, és hogyha én értem, hogy a látvány sok, tehát az a baj a mai filmekkel egyébként, és többek között az alkotóval is, hogy, hogy, a külcsíny az nagyon szép, meg a látvány ki van emelve, meg nagyon-nagyon okos dolgok vannak benne vizuálisan megcsinálva. Igen. De a belcsíny meg nagyon üres. Hát igen. Tehát, hogy ilyen, ilyen hatalmas dolgot akarok mondani, és ugye meg ez itt is, ez, is, ez, is, ez is, egy olyan probléma. Tehát, hogy oké, okay, nirmata. nírmata. Na most rendben van, ez egy, mit tudom én, hindú, vagy nem tudom, Igen. nepáli, vagy nem tudom milyen nyelven Igen. alkotót jelent. Több nyelven is jelenti tö, ezt. Több nyelven is jelenti ezt. Oké, okay, rendben van, engedjük el, de tehát egy amerikai kultúrkörű alkotó lehet érdeklődés ebbe az irányba, de szóval, hogy mondjam, attól lesz valami intellektuálisan magasabb szintű, hogy olyan dologgal foglalkozik, ami, amihez ő is csak ilyen műveltként ért, vagy hogy mondjam ezt. Érted? Hát tehát, ilyen. hogy ez a, ö, hogy fogalmazzam, tehát. Értem, amire gondolsz, hogy úgy akar magas kultúrának mond, látszani, hogy amúgy egy teljesen kommersz dolgot hoz be, hogy, hogy ez egy Mondok egy példát. Ott van egy, van egy, De... igen, van egy van ez egy, akkor <laughs> az a neve, hogy Juno Reactor. Okay. Ez a Junior Reactor, kérlek szépen a Mátisnak is csinált a zenét, mert nagyon sok ilyen és dolgot csinált, és ezek kérlek szépen, ha jól emlékszem, szanszkritül énekelnek. Aha, wow, ez izgi, oké. Okay. Hát ez, oké, okay, izgi, ez egy holt nyelv. Na, igen, hát hogy. Na, de könyörgöm. Tehát miért jó az, hogy valaki, oké, okay, fenntartjuk egy, hol... tehát, el... tehát eleve már ki van mondva, ez egy holt nyelv, nem használja senki sehol. Majd van egy zenekar, aki attól lesz különleges, tehát nem a zenétől lesz különleges, ja, ó, kezdem értem hanem attól, mondani. hogy ő szanszkritül énekel. Igen, tehát igazából a mondani valójuktól kéne különlegesnek lenniük. Vagy, vagy mit tehát, hogy mondjam, lenni. a tartalom, igen, tehát, hogy mondjam, jó. Valami attól válik művészetté, hogy nem nem az, amit közvetít, vagy amit akar közvetíteni, hanem az ábrázolás minőségétől. És itt most az ábrázolás minőségét nem arról arra kell érteni, hogy, hogy, hogy szépek a komputeres effektek Aha. hanem az hogy tehát ez a film, ez egy nagy az agyvaság sok szempontból. Hát igen. Mert ez ugyanúgy, mint a Barbie, hogy igazából nem tudja, hogy mit akar igaz, mi akar igazából lenni, és ez a, amellett, hogy ezer millió dramaturgiai sebtől vérzik, a tempója egyszerűen nincsen, nincsen, jó lüktetése a filmnek, tehát nem köti le a film, az, mert egyszerűen nincs egy fix tempója, mert egyszer begyorsul, egyszer, egyszer nagyon lassú, és az egész filmnek az ilyen tempó, olyan, aki ezt vágta, az nem tud vágni. Ez a másik nagy problémája ah. a filmmel. Okay. Mert gyakorlatilag egyszerűen nem tud. Most egyszer akciófilm, egyszer egy ilyen nagyon lassú gondolatokat akar átadni, széptákat akar bemutatni, de a kettő tempó az nincsen összeolózva, hogy mondjam ezt. Hát valójában a film az egy ilyen, igen. Nehezen megfogalmazható, de nem jó a ritmusa a filmnek. Hát, És ezt e... értenem. Igen, van, amikor háborús film, van, amikor dráma, van, amikor. Igen, ez... csak hogy nincs egy. Tehát például ott van a Dűne című film, ez az új. Ja, uh, igen, a uh, Vilnöv vil... verzió, igen. ami valójában egy ilyen összeolózott dolog, mert nem sok eredetiség van benne, viszont <laughs> mert ugye nagy részében snitre pontosan is a lincs verzióból másol. Igen. És nem is ez az érdekes, hanem az az érdekes a dűnével kapcsolatban is, hogy viszont annak jó a tempója. Tehát az lassú, de egységes. Tehát ott érzed azt, hogy a filmnek van egy egységes tempója. Az alkotónak nincsen egységes tempója, egyszerűen ilyen ö nem, nem, nem jó, egyszer nem tudok más mondani, nem jó a tempója, és a film emiatt sokszor ellaposodik. Tehát nincs egy ilyen egységes koncepciója, mint a, a dűne, az nagyon össze van rakva, Aha. bár nekem nem tetszett sok szempontból, de az alkotói szempontból, tehát mozgóképes szempontból, az profin össze van rakva. Tehát ott az nagyon jó a tempója, érzem az egésznek a ritmusát, ott látom, hogy ott egy, ott egy nagyon erős rendezői kézbe volt az egész, és az, így, és egybe volt az egész film. Itt az alkotónál ez, hát bazd meg, ne haragudj, de ez nagyon ilyen, Szóval borzasztó tempójon. Na, Igen. engedjük el. Okay. Szóval a lényeg az, az, hogy ez a film igazából nagyot akar mondani, de nem mond el semmit. Tehát van egy csomó ilyen utalás, rengeteg filme, a, a, vagy könyvre, a Asimovnak például a robot törvényeire, meg, meg rengeteg, De például Na. ez is olyan klisés dolgok, hogy. Szóval most fel kell olvassak, mert én is jegyzeteltem. Jó, oké. Okay. Én is jegyzeteltem. <coughs> Amikor például az elején megtámadják a falut, az emberek azzal érvelnek, hogy és, ugye mert elmennek a, a fegyverért, amiről még nem tudják, hogy gyerek. Igen. És elmennek, és ott egy falut ráépítettek, egy ilyen Laborra, vietnámiak, ja. vagy nem is ja, tudom, igen, milyen izék, ott a ázsiai, ázsiai falut ráépítettek, mindegy, nem ez a lényeg, és akkor ott uh, ilyen idegen valami ázsiai nyelvet dumálnak az embereknek, hogy azt mondja, Emminek nagyobb szíve van, mint az embereknek, és emiatt nem győzhet, győzhettek, vagy győzhetnek az emberek. Hát lol. Hát amikor egy ilyen mondatot kimond egy izé, hallod, én így ö, nem tehát ne. azért bugyutaság így ez az egész film, ahogy van, mert most ez egy, ez egy emmi érzékenyítő film. Tehát hát. lehet, hogy nem ezt akart ábrázolni, mert lehet, hogy ez valószínűleg egy allegórikus dolog, mert lehet, hogy a, a kisebbséget akarja, mert, mert, mert ugye az is benne lehet, hogy a, 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 az elnyomott kisebbséget akarja, hogy ők is emberek, nekik is vannak érzéseik, bla bla bla, bla, bla. De hát az meg, ez annyira gagyin van ábrázolva, hát hogy ebből ki lehet olvasni azt is, hogy az emmit akar, emi felé akarjuk érzékenyíteni az embereket. Hogy valójában az hát emi igen. az nem is akarná megölni az embert meg ilyen hülyeségek. Mert ez benne van a filmben. A film vége mindenképpen, a robotok, igen, a gyerekeknek mesél hogy majd közösen együtt élünk nagy békességben, ha jön a megváltó, hogy valami ilyesmi. Hát ez is micsoda? Hát ez igen. az érzékenyítés a, az emmi felé. Hát igen. Ha, ne, ha nem nézzük az allegórikus részét, tehát nem nézzük azt a metaforikus részét az egésznek, hogy ez lehet, hogy mondjuk a nem tudom, az LMBTQ kisebbségre, igen. vagy akármire vonatkozik, mert ugye hát nyilván fekete a főhős, hát... ö, a, a más, a csaj, ugye a nagy szerelme, a Hát ez nekem direktben Aki nem derül ki, de, lehet, hogy rendező akart utalni, igen, mondjuk a leszbikusokra, vagy nem tudom kikre, vagy igen, a ilyen kisebbségekre, akiket elnyomnak. Hát mert ugye a kisebbséget elnyomja a többség, az erő, a katonai erő, tehát egy, és a mai, a mai társadalomban, ahol minden arról szól, hogy, hogy ez a globalizáció, meg LMBTQ, meg nem tudom, érted, mennek ezek a nagy forradalmak. Amikor látsz egy ilyen filmet, akkor nem gondolsz erre. Hát baromira gondolok erre, csak nem ez a fő problémám nekem ezzel, Miki, hanem az a fő problémám, hogy ez azért van gagyinábrázolva, mert ha ez volt a cél, akkor ez szerintem el lett baszva, hát, ugyanis, így, bocsánat, ugyanis a, a Hát valójában az egyszerűbb ember erre nem fog gondolni, azt fog gondolni, hogy ez egy emmi érzékenyítés, hogy majd az emmi, tehát hogy a, hogy a, mesterséges intelligenciát el akarják, tehát ez egy ilyen propaganda az emmi mellett, hogy, mert nekem nagyon úgy néz ki az egész, mint hogyha azt mondaná, hogy hát adunk egy csomó pénzt ennek a rendezőnek, csinálnak egy filmet, hogy az emberek jobban tehát mondok egy példát, mondjuk, akik ezeket a emmiket csinálják, mm. és ugye vannak ilyen fenntartásaik a mesterséges intelligencia kapcsolatban, mert most már a háttérből belép az előtérbe a mesterséges intelligencia, mert eddig is használta a Google, a Facebook, meg rengeteg cég, Microsoft az emmit, csak ugye ez nem volt, nem volt transzparens, nem? Hát, hogy megvannak ezek a nagy multik, Igen. És akkor nek. Hát komolyan mondom, ezt most mindenfajta összeesküvés nélkül, elmélet nélkül ki lehet olvasni a filmből, hogy jött a Microsoft, meg az egész, és telettömték pénzzel a rendezőt, hogy bocsi. Tehát most az Emmy belép a háttérből az előtérbe, és az emberek felé ezt eladjuk, érzékenyítsük az embereket ebbe az irányba, akkor csináljunk egy filmet ennek az elfogadására. Hát, Mert ha, ha hallod, miki, ez tökre benne van. Igen. Körben, ilyen ö, próbálkozásra szerintem még a Blizzardnak is volt, hiszen az Overwatch, az, ö, ugye, ha nem, nem, is túl nagy történettel, de rendelkezik, ez egy ugye videójáték, ez egy szoftver, és ott is effektíve robotok és emberek együttéréséről szól a story, sőt, még ott ilyen párok is, ilyen robotember, robot ember, meg robot-robot párok És hány ilyen filmet a lehetne elővenni? Ö, nekem furcsa volt, de hát még, még egyébként a bizonyos videói, vannak ilyen csináló trélerei ennek a játéknak, és akkor ott még, még, van ilyen politikus is, aki ott beszél embereket robotként, és akkor ott van egy mesterlővész, és akkor lelövi, és akkor hú, és akkor mindenki el sírni, tehát, hogy ott meghal, vagy hát ugye szétlőnek egy robotot, ami ugye egy gép, valójában ugye nincs benne, hát legalábbis, hogy mondjam, tudat, vagy, vagy lélek, hát tudat talán, na mindegy, ugye ezzel el lehet vitatkozni. Minden esetre azt a reakciót, hogy ott mindenki elkezd bőgni, amiatt, mert mondjuk fejelőnek egy robotot, azt egy erős hát Itt is van az elején, emlékszel, amikor ugye öt év múlva ugye, ugye túléli ezt a támadást, a fekete, a csávó, mit tudom, hogy Joshua. Azért. Joshua, mindegy. Igen. És ugye van egy munkája, ahol ugye kérdezik, hogy hogy érzi magát, nem tudom, jól érzi magát, jó a munka, és a többi, sőt, nyilván látja a rendszeren, hogy hazudik. Igen, ott van egy ilyen pszichológus nő, vagy nem Igen, tudom ki. Igen, látja a rendszeren hogy hazudik, és akkor ugye mennek, mennek ilyen régi robotokat izélni, megsemmisíteni, vagy mit csinálni. Igen, hát tisztítani Los Angeles. Tehát Igen, az ő... atomrobbanás után. <laughs> és Igen. ott van az a rész, amikor ugye a, a nő, akivel csinálja ezt, ott mondja, hogy hát mert ugye úgy viselkedik a robot, mint az ember. Ja, igen, igen. Nem akar meghalni, és akkor ez a nő, ugye hát alapjából a nők azok sokkal emocionálisabbak, mint egy férfiak, meg ugye nem is ment ez a nő a film szerint azon keresztül, mint mondjuk a főhősünk, és, és hát ugye ott az történik, hogy, hogy a nő azt mondja, hogy hát de nem, nem tudom megtenni, hát úgy viselkedik, mint egy ember, valami ilyesmi igen. van. Hát szóval ezek is ilyen... <laughs> Egyébként a film alapjában véve az a tipikus kifi klasszikus kérdéssel foglalkozik, szerintem elég bugyuta módon, hogy mitől ember az ember. Ja, jó, igen. Ez a klasszikus egyébként, ami szinte minden ilyen a klasszikus kifibe benne van, Blade Runnerbe például, meg hát Bocsánat, csak ennyi, hogy, hogy, hogy van-e olyan szintje a robotok fejlettségnek, amikor már emberré válnak, vagy hogy mondjam. Egyébként érdekes, mert ugye egy pszichológusra beszélgettem ezzel kapcsolatban, ami majd egyébként benne lesz a, a részben, benne lesz az új dokumentumfilmünkben, hogy onnantól számoltodik az ember embernek, a homo erectus, aki aki megkérdezte a partnerét, vagy a törzsbeli tagokat, hogy mondjuk fáznak-e, éhesek-e, nem tudom, hogy érzi magát, stb. Tehát onnantól számítjuk az embert embernek, miután kialakult az empátia De képessége. Empát, aha. Na most. Ö, ö, és egyébként itt, hogyha megfigyeled a, a filmben, Emlékszel például, amikor megtámadják a falut, és jönnek azok a nagy uh, szícs tankok, ugye az ostrom tankok. Igen, igen. Ó, hát ez klasszikus. Igen, hát mi éj, ezt két, majd olyan? mindegy, igen, csak jó, hogy igen. ott ugye okay. a, el akarja okay. menekíteni a gyereket, mert ugye elkezd már érzelmileg kötődni hozzá, meg el kell vinnie, mit tudom én hova, nem ez az érdekes. És akkor kiúrik a hajóból a kisrác, mondja, hogy, hogy hát segítenem kell nekik, mert szükségük van rám van egy ilyen rész benne. Aha. Mindegy. És akkor utána megy, tud, azok a, van azok a kamikáza robotok, beküldik, igen. és a másodikat meg le, lekapcsolja. Lekap, igen. Ugye ez az előtt történik. Ezek a hordó robotok, vagy nem tudom, igen, vagy ilyen... <coughs> Hát ezek a kamikáza, mindegy. A lényeg igen. az, hogy ugye azok ilyen öngyilkos robotok, ki vannak adva a parancsra, az a dolg, hogy oda menjen, aztán fölrobbantsa. Így van. Magát. Bár is egy vicces jelent volt. Mindegy. mindegy, hát engedjük el, <laughs> de hogy, tehát e, mondjuk ez is egy tehát, Persze, ezek a kontrasztok bejönnek, hogy az emberek számára mit jelent a robot. Azt jelenti, hogy megteszi, amit kér, nincsen érzése, nem ember, mennyi be, a semmi is meg magadat. Igen. Viszont a másik oldal számára, amit jelent a robot, egy érző lény. Igen, hát már ilyen szinte családtag. Meg. Családtag, stb. Mert ugye ott a gyerek mit mond, me mennem kell, segítenem kell nekik, mert szükségük van rám. Igen. Tehát, hogy ott már megjelenik az empátia képessége. Na. Mondjuk szóval, a igen. Nem akarok feltétlenül vitatkozni veled, de ugye empátiai állatoknak is van, mert ugye például a delfinekről pontosan tudom, hogy ha fuldoklót látnak a tengerbe, fölviszik, a fejükkel négy-öt delfin, vagy akár tíz delfin össze fog és fölnyomnak a víztetejére. Tehát kihoznak akár három-négy méter mélyről is, Igen, vagy, de vagy ez, tíz méter ez nem mélyre. biztos, hogy empátia. Ez Aha. lehet, hogy csak egy... Tehát, hogy kapjál levegőt, fölhoznak a felszínre. Igen, na, de hogy az megpróbálja megmenteni az életét, az még nem, be, nem jelent hogy együtt is érez vele. Ja, aha, okay. Ez még nem biztos, hogy az. Tehát ez, ugye nem tudhatjuk. Hát jó, meg igen. ugye az embernél ugye meg, meg van egy, ez van, van intelligencia is mögötte, tehát hogy azért az nyilván nem meg mérhet, mérhető, mérhető intelligencia, és nyilván azért itt <súf> most a az, hogy onnantól számítjuk az embert embernek, miután megjelent az empátia képessége, ez nyilván, ez az emberekre vonatkozik. Emberekre, az oké, emberi jaj, léptékkel nézzük, értem. nem arról van szó, hogy hogy most a, a delfinnél, mert hát valójában oké, Rendben van, ott van a delfin, de hát nem tudunk delfinül, nem hát, értjük, nem hogy mit Tudom megkérdezni, mondani. igen. Így akartak, van. Na most ezt hozzá kell tenni, van a Csányi Vilmos professzor, azt hiszem, aki ugye etológiával -et -et foglalkozik, vagy igen, etológia foglalkozik, ez a viselkedés tannal, állat és emberi viselkedés tannal, és ő mondta azt, hogy ő borítikolja azt, hogy mivel már több, több ezer éve házasítottuk a kutyát meg a macskát, igen. hogy ugye rengeteg alapvető parancsokra ők reagálnak, értenek, tehát fel, felfogják, hogy mit mondasz nekik, erre ők tudnak reagálni, idézésen alapszintű válaszokat adnak, ő megmeri kockáztatni azt, egyik ilyen beszélgetés alatt mondta, azt hiszem Csányi Vilmosnak hívek, ha jól emlékszel, a professzor, okay. mindegy. És ő mondta azt, hogy szerinte megmeri kockáztatni azt, hogy már csak időkérdés, hogy mikor fognak emberi nyelven megszólalni a macskák meg a wow. kutyák, mert, mert ugye hát érted, Tehát ebben a közegben él, ezeket a hangokat hallja, feldolgozza, stb. És ugye, a, a amikor átörökít a gényeit, ez a tudás, ez tovább öröklődik. Ah. Tehát elképzelhető, elképzelhető az, hogy hogy 50-100 év, 200 év, és lehet, hogy amikor a kutya meg fog szólalni emberi nyelven, nyilván nem összetett mondatokat fog fogalmazni, de hogy, hogy alapvető mondatok esetleg a, tök természetesen. Vagyuk adaptálódik az emberi kultúrához? Hát eddig vagyunk. is adaptálódott, pont ez a, a lényeg, háziasítottuk őket. A oda-vissza. Tehát egyébként az, hogy ilyen közösségben éltünk, minél nem vagyok etológus, tehát én nem értek okay. hozzá nyilván erre, de hogy az nagyban számított az emberi fejlődésben, hogy házasítottuk az állatokat oda-vissza. Tehát az embernek is előnyös ez, ez, a, ez a szövetség, meg az állatnak az is állat. előnyös ez a szövetség. Aha. Na mindegy, szóval visszatérve a nirmatára, az a helyzet ezzel a filmmel, hogy, hogy rengeteg ilyen íztereg, meg, egyéb okosság el van benne rejtve, de olyan, olyan, olyan nem konzekvensen egységes a filmnek a koncepció. Igazából nagyot akar mondani, meg valami nagy művész valami akar lenni, ilyen szifi de nem tud az lenni, mert az egész egy ilyen zagyvaság. Tehát sokszor narratív szempontból is gagyiság az egész, mert ez a, ez a Joshua, vagy kicsoda, akik folyamatosan kergeti a, a, fe, a feleségét, mert hogy lehet, hogy valójában életben maradt. Igen. Szóval ez is ilyen, meg akkor hogy ki a nyírmata, érted, hogy egyszer a, a, csajnak az apja a nírmata, aztán az meghal, aztán átadja a csajnak a izét a, a, dolgokat, és akkor ő lesz a nirmata, de belőle robot lesz, mert megmentik, de ója szóval, ó, ja, Jézus. Tehát ezek ilyen, Annyi zagyvaság van benne, meg ilyen hülyeség, amikor ugye a templomon megtalálják a csajnak ott a félig gép, félig ember testét, és hát akkor hogy... mondja meg az egyik szerzetes, hogy hát nem akar, nem tud meghalni, mert a két világ között létezik, mert valamilyen nem akarja elengedni. A, igen. Az a... viszont a rendes teste egyébként, hát még nem robot, nem mindegy, igen. Nem, hát az már rég robot. Hát igen. az már rég robot, hát azt a támadást nem élhette túl. Hát az mutatja is a film, Jaha. hogy az a csaj az ott robot. Ja, oké. Ah, bocsánat, Mert ugye ráadásul fel is van élesztve, mert amikor ugye a hajóba mennek, hogy kikapcsolják az áramot, tudod, a gyerekkel, a meg a Joshua, ott ugye megy a csata, azért ott a, a, búzamező, vagy milyen mezőre oda felélesztik a csajt. Igen, hát a kis, robotként. A, igen, az Alfi, vagy hát AO belerakja azt a kazettát a csaj Ugye ott tele van egy, van egy raktár, ami tele van ennek a majával, a klónjaival. Igen és ott az egyiket ott kihúzza a gyerek. Már jó kérdés, hogy egy öt éves gyerek hogy tud egy mondjuk 70, vagy nem tudom hány kilós egy ilyen klón, de hogy legyen 60 kilós, tök mindegy. Vagy egy 60 kilós női testet kihúzni Valószínűleg több, mint 60 kiló. Megmerem kockáztatni a robot teste miatt, de... Hát igen. Na mindegy, ezeket is engedjük el. Szóval, hogy annyi hülyeség van a filmben. Persze vannak... Tehát, hogy mondjam, egyébként rendezési szempontból vannak benne kreatív dolgok. Mondok egy példát, mikor a, elkapják az embereket, és ebből a, 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 a rabszállítóval szállítják, emlékszel? Az elején van, mondják, olyan ilyen 30-40 perc környékén. És viszik, és ott van egy ilyen robot, és akkor elkezdi folytogatni a robotot. Igen. Tudod, és akkor felborul az a szállító. Igen. És ez tök jó látvesen van megcsinálva, hogy egy ilyen ráutaló magatartás van, tehát én ezt úgy szoktam hívni, hogy ráutaló magatartás, hogy nincsen megmutatva, de mégis tudod, hogy mi történik, mert hogy felborul a kocsi, hallasz egy lövés hangot, én duf, -duf Igen, igen, dugogás, mert igen. Én nyilván megfolytani robotot nem tudsz. Igen. De hogy így... Hát el is veszik a fegyverét, azt hiszem. Így van, tehát az egyik lefogja, a másik meg gondolom lelövi. Igen. És felborul a kocsi, utána vissza az elejére, és hogy már jönnek vissza, van egy ilyen poénos rész, hogy izzi, hogy valami... Rossz lehajtó. Vagy... Rossz lehajtón jöttünk, vagy nem tudom mi volt. Igen. Hát nekem az olyan tetszett, de minden. De, szóval, bocsa, de igen. az, abból a szempontból tetszett, Igen. most nem a logikai részét nézem, ja, hanem okay. a kreatív részét nézem, hogy ez szépen, szép kamerálással, ráutaló magatartással be volt mutatva, tehát magyarul nem didaktikusan megmutatta, hogy mi történik bent az autóba, hanem teljesen egyértelmű volt, hogy ott elkezdtek egy verekedést, elkezdtek egy folytogatást, és ebben a verekedésben, a folytogatásban után kívülről mutatták, ahogy, ahogy a, látod, a, a, látod az egészet, ah. és az a két lövés hang, vagy három, mert fordul a kocsi, és utána meg átülnek előre, és mennek tovább. Tehát, hogy, hogy, hogy ez szerintem kreatívan és okosan, egy picit humorosan van megcsinálva, ez egy ilyen feloldás, mert ugye az a poén, amikor elmondja, hogy rossz lehajton jöttünk, ez nyilván maga egy feloldás, hogy, ezt, hogy a néző ott nevessen, hogy, hogy ezt a feszültséget, ami ebből kelet, kezdett, vagy eddig volt benne, azt is feloldja. Igen. Uh... én emlékszem, hogy el a jelenetre, le is írtam a jegyzeteimben nekem, tehát nekem annyi bajom volt ezzel, hogy oké, okay, ugye ők meg vannak ott bilincselve, de ugye előre, ugye nem is hátra, hát ez is már mostán van egy jó kérdés, hogy ki melyik országba él, meg ki melyik rendőrség mit hogy csinál, de azért rendszint hátra szokta kötözni, vagy bilincselni hát embereket. Igen, igen. De mindegy, de pont ezért, mert ugye ha most előre megbilincseled, akkor pont egy ilyen folytómozatot meg tud valaki ez csinálni. Ez egyik fele, a másik fele meg az, hogy, meg az, <laughs> hogy, meg az <laughs> hogy, meg az, hogy <laughs> A pisztolya ugyanúgy tud lőni. Igen. Ha hátra a keze, akkor nehezebb. Akkor el. marhára nem, olyan egyszerű. Így van, de <coughs> és tegyük föl, hogy ugye a robotok nem nagyon figyelnek, mit tudom bár ez, ez sokszor van, hogy a robotok, ö, főleg a robot rendőrség az van, amikor relatíve hatékony, meg van, amikor olyan amatőrök annyira, hát például lőni abszolút nem tudnak, tehát lőnek mindent, de semmit nem találnak el, na mindegy. És akkor visszatérve erre a jelenetre, nekem az nem tetszett, hogy ugye a egyik szereplő sincs bekötve, ugye ott van egy, van egy, az a tábornok nő, vagy nem tudom, hogy mondjam, meg egy, egy katonája. Ugye egy, igen, van egy igen, katonája, igen, mert, igen, És akkor oké, ugye meg az, a katona elkezdi folytogatni a, a mellettük ülő rendőrrobotot, a nő elszi a fegyvert, jó, rendben van, oké, rá is lőnek, gondolom lelőik a sofőröket is, mert a kocsi ugye felborul, de a felborulás nem egyszerű. Triplán háromszor megfordul a kocsi a És nekik a semmi engem, bajuk. És igen, és akkor ők mindenféle csontörés, meg mit tudom én, mi nélkül, hogy beülnek a sofőr és elhajtanak, körülbelül két másodperc van. Na most ez a valóság úgy nézett volna, hogy ah, eltört mindenem, ó, úristen, azért nyílt törésem van, mit tudom, és akkor körülbelül negyed óra esetleg összeszedték volna magukat, és akkor még öt perc alatt be volna a sofőrülésbe, és akkor 20 perc után elhajtanak. És akkor ilyenkor jön az, hogy <hállt> hát igen, ez a, a filmek, mert a filmekben mindig így vannak a hősök, meg a negatív hősök, igen. meg a ide. Hát ettől függetlenül azért lehet logikus. Tehát, Jó, hogy mondjam, okay, tehát okay, De but... bocsánat, de azt hmm. nem most az ja, téged ja, támogatlak na, meg, hiszenem, okay, Téged a okay. Téged támogatlak meg, hogy ettől függetlenül az még lehet logikus. Tehát az, hogy a igen, ez, hogy belegondolunk logikailag, hogy oké okay, a jövőbe vagyunk, oké, okay, de ők nincsenek semmilyen csatavértben, le vannak kötözve. Uh, ma úgy értem a kezük. Igen, és nincsenek biztonsági de, de nincs, De nincsenek, a, igen, a H hátul lerögzítve, innentől kezdve valójában, hát vicc az egész, Hát igen. Tehát vicc az egész, mert, 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 hát a szilánkokra tört volna minden. És ugye ők nem robotok, tehát ugye, mert még egy Így robottól van. elvárnám, vagy elvárhatnánk nézőként is, hogy jó, hát annak nem lesz baja, mert ugye fémből van. Na de hát a katonanő, meg, meg olyan a, szerkezete, nem tudom. Meg a, a, férfi segédje, ők emberek, tehát csont és vér, vagy hogy mondjam, Hát igen. Vagy hús és vér. Igen, hát és akkor ilyenkor elkezd gondolkodni az ember, hogy akkor most bocsánat. Na és ezek azok a problémák egyébként, amit ez persze É. Igen, az a néző szórakoztatása, meg feloldás, meg izé, meg mit tudom én, nem itt kellett nekik még a sztori szerint meghalni, de hát könyörgöm, szóval azért ez ez, ez, ez gagyi. Most akár, hogy nézzük, ez gagyi. Hát igen. Na mindegy, menjünk tovább. A lény igen. lényeg a lényeg, hogy van ez a például, nekem az is szürális volt, mikor a ott van a izén, a hajón. Igen, a, a nomádon? A... Vagy... Tudod mit? Mondja te, eddig én pofáztam. ugye ja, a jegyzeteire. Hát amik... ő, most nem tudom, hogy dramaturgiai hibákba mennyire mehetünk bele. Mindenben mennyiben, be. mondhatod. Meg ugye az előző, még egy gondolat talán, vagy hogy ugye volt szó erről, hogy ugye a, 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 a robotok várják a megváltójukat, és ugye ez konkrétan el is hangzik a filmben, hogy akkor még békés negyütt fognak élni az emberekkel. És ugye én azt gondolnám nézőként, hogy az a megváltó, ez maga a kisgyerek, ugye AO, vagy Alfé hívjuk akárminek, uh -huh. hiszen ő ugye a, a Nirmat által lett ugye, králva, és, és az, az is elhangzik a filmben, hogy hogy ő olyan szupererős lesz, hogy majd ő felszabadítja a robotokat. Ezzel csak az a problémám, hogy ez konkrétan ugye nem történik meg a filmben. Tehát a filmben ez a kisgyerek, csinál egy-két dolgot, meg hát ugye végül is a film végén, most nem tudom, ugye spoileres, ugye ez Persze, a, mondja igen, ez a podcast, hogy ugye a, a, nomád ugye konkrétan meg is sem semmisül, jó, rendben van, de az a fene nagy békesség és a robotok emberek békés együttélése az ugye nincs bemutatva a filmben, az nem történik meg. Hát az, hogy a nomád megsemmisül, az de... még abszolút nem következik ez. Hát Pontosan igen. azért nem következik ez, mert ugye az emberek ezt még nagyobb támadásnak veszik, igen. független attól, hogy tisztában voltak azzal, hogy az az atomrobbanást, azt idézőesen nem az emberek okozták, bár ez sem annyira egyértelmű, vagy a, vagyis, nem a robotok okozták, de ez sem annyira egyértelmű egyébként, mert ez csak egy-egy-két mondattal el van mondva, hogy van, aki tudja ezt, érted? Arra nem is... tudom, erre, egye... ja. erre emlékszel? Emlíksz, erre Már mire? Ja. Hát, hogy hogy kiderül a filmben, azt hiszem talán egy-két mondat erejéig, hogy ezt az atomrobbanást, ezt emberi mulasztás oh, okozta. Igen, ezt ugye azt a ilyen szamurái vezető, vagy esetleg egy japánul beszélő robot mondja, igen. Amikor cellában van a főhős, és akkor mondja, igen. hogy hogy amúgy ez az atomrobbanás egy kódhiba miatt történt, nem is a robotok hibája volt, hogy mi a bánat, vagy, igen, vagy emberi mulasztás, még ezt is mondja? Vagy nem tudom, már nem emlékszem, de nem. mindegy, szóval az a lényeg, hogy ez is olyan dolog, hogy hogy szó szóval azzal, de hát az emberek nem így kezelik, hanem úgy kezelik, hogy ez a robotok hibájából történt. Igen. És mivel több milliárd ember erre így tekint, így valójában, ha a nomádot szétlövik, az nem azt fogja eredményezni, hogy megbékélnek a robotokkal. Hát biztos, a még nagyobb háború lesz belőle. Úgy, van, építenek egy nomád kettőt, vagy mit tudom. Hát, ha nem is nomád kettőt, érted, de teljesen mindegy, Igen. megoldják máshogy, érted? Tehát, hogy... Igen. Na, mert mehetsz, És a tovább. másik, hogy ugye a, ugye a robotok, ha intelligensek, már pedig ugye ezek az Ázsiában élő robotok is intelligensek, akkor én azt nagyon értem, hogy ha találnak egy gyereket, amit ugye megvizsgálnak, ugye még ugye a főhős barátja is, ugye elmegy valami barátjahoz, az, ugye fi ember, egy olyan ember, aki, aki egyébként a hadseregbe szolgál, de aztán ugye onnan gondolom kilépett, és egyébként egy robot barátnője, vagy felesége, vagy mit tudom, milyen van. Mindegy, megvizsgálják ugye a kisgyereket, a és kiderül, hogy ő olyan fejlett, hogy ugye bele se tud nyúlni, meg ő meg látja már az a fickó is, igen, hogy, igen. hogy ez tud, majd fejlődni fog még, tehát már most is vannak képességei, de ez még erősebb lesz. Na most ezeket a tulajdonságait a kisgyereknek még aztán ez a japán robotparancsnok is megerősíti, vagy szamurájparancsnok, nem tudom minek kéne őt hívni, na mindegy. Igen. igen, hogy ugye ő ugye a nirmata kreálmánya, és egyre erősebb és erősebb képessége lesz. Ha fölküldjük a nomádba, akkor ő azt biztos, hogy megsebesíti, de esetleg a gyerek is meghal. Na mindegy, de utána a kisgyerekeknek meg egy másik robot, egy ilyen tipikus, ö, ilyen fejű vagy kalapácsfejű robot meséli azt, hogy ha majd jön a megváltó, akkor majd ugye me megvált minket, és békességbe fog érni az ember. Na most ugye ha azért a robotok között nem terjed el a híre, hogy gyere, fiú, megtaláltuk a nirmata, az éjjel teremtményét, és itt a meg megváltó effektíve fizikailag köztünk, tehát hogy nem kell keresgélni, meg nem kell várni rá, mert itt, itt, itt van, ő ő az, meg is lehet hogy mutatni, ugyebár. Tehát nekem ez is egy picit furcsa volt. Mind amellett, hogy egy kisgyerekről beszélünk, akinek ugye a képességei még ugye mondjuk ö, takaréklángon üzemelnek, ugyebár hát arról már nem is beszél, hogy van egy jelenet, ahol ugye a, a, maja az egy ilyen víztartásszerű dobozban, vagy, vagy egy ilyen hengerben ott szereli ezt a kis aót, de ott még effektíve ilyen csecsemő méretben, vagy ilyen embrió méretben, tehát sokkal kisebb méretben, mint ugye a filmben látható gyerek. A filmben látható gyerek ugye egy ilyen 5-6 éves valaki. Igen, igen. És ugye már ott a tartályban, ott lebeg a vízbe ez az embrió vagy csecsemő, de ott lehet látni, hogy ez a henger, a füle helye, hely, helyén lévő henger, az ott, ott van, de ugye maga a koponya méret sokkal kisebb, hát ugye egy, egy csecsemője kisebb, mint ugye egy, egy, egy igen, igen. emberi. Tehát én azt se értem, hogyha egy gépnek mondjuk egy ilyen hengert beraknak a füle helyére, aminek ugye egy fix mérete van és fémből van, akkor az ugye ha mond, ugye eltelnek az évek és eltelik négy-öt év, az hogy a bánatban lesz mondjuk ugye nagyobb átmérőjű. Meg, hogyan, vagy... meg, meg meg egyébként hogyan nő a, egy robot. Igen, Tehát hogy, hogy... Igen, ez a másik Tehát, hogy kérdés. ez, a, hogy lett belőle egy 5-6 éves kisgyerek? Én nem tudom, és nem is, és a, és a rendező sem mondja el nekünk. Vagy Na hát nem. itt a probléma, hogy persze, ezt már korábban mondtam, hogy egy filmben nem kell mindent megmagyarázni. Igen, ám csak van itt egy hatalmas nagy probléma olyan dolgot, viszont azért érdemes megmagyarázni, amiből azért az emberek alapjában véve azt értelmeznék, hogy itt valami őrült nagy hiba van a filmben. Aha. Tehát amikor azt, azt mondjál, hogy egy embrióban szépen felnő a gyerek, és hogy, hogy lesz belőle felnőtt? Tehát, hogy az, ezt azért érdemes lett volna, mert lehet, hogy említést tesz rá Fims, én nem emlékszem rá. Nem nagyon. én, én nem emlékszem rá, de csak arról beszél, hogy majd a gyerek megnő, és majd növekednek a képességei, meg erősödik. Rendben van, de azért nem kell mindent megmagyarázni, de mondjuk egy akció jelenetben, ahol mondjuk berontanak egy ajtón, nem kell minden kilincsfogást megmutatni, hogy lenyomja a kilincset, belép az ajtón egyik lábával, a másik lábával, stb. Berakja a vállát, nem tudom, és stb. Azt nyilván nem kell megmutatni, mert a néző összerakja a, kont a rövid kontinuitási elemeket, az kipótolja az ajt. De, de, amikor egy ilyen dologról van szó, hogy egy robot fel fog nőni, ami alapból irreális, hiszen egy robot az nem nő, így van, igen. akkor azért idomos lenne ezt mondjuk valamilyen logikai úton levezetett dologgal megtámogatni, hogy a dramaturgia az ne legyen, problémás. Érted, mit mondok? Tehát a film, filmtérben Lehetem. lévő igen. valóság, amit létrehoztunk, az ne legyen problémás. Tehát olyat nem csinálhatok, hogy hát ez a, ez a robot gyerek majd egyszer felnő. Oké, hát jó, igen és? És hogy? Hogy fog felnőni? Ma... Na, hát akkor beszélgessünk márről egy picit, mert azért ez egy picit így, majd beültetik egy nagyobb testbe, aztán egy nagyobb testbe, aztán egy nagyobb testbe, vagy hogy a tökönbe szóval. Vagy ilyen legószerűen szétnyitogatja mondjuk azt a hengert, és egyre több vagy, fémet Vagy rak ilyen T-ezres, mint nem? a Terminátorban, nem, és, nem, és nem. akkor szépen majd folyékonyan felnő, és akkor majd, tehát hogy folyékony fém, is. Mindegy, Ugyanakkor mert akkor meg nem folyik, de igen, értem a logikát. Tehát, hogy, hogy persze, csak hogy valamit azért ezt tiszt... Igen. Na, ilyen dolgot viszont tisztázni kell, mert akkor azt fogom mondani, nézni, hogy hát bocsi, de ez egy hülyeség. Igen, hát teljesen kiesek a filmből. Tehát látom azt, hogy szereli a maja így azt van. a tartályt, és de látunk a filmben meg egy öt éves gyereket, és akkor így a kettő között így légüres tér van. Vagy hogy hát mondjam. persze, hát ez a... Figyelj, fogadd el, hogy ez így van, és akkor ennyi, ő a megváltó, és majd ennyi. Tehát hogy fogadd el, hogy ez rendben van, és ez így működik. De mi? De mi? Hát de, és nem az a probléma ezzel, ha ez azért gáz, és ezt, ezt, ezt csomóan nem értik, hogy ez nem csak azért probléma, mert ha valaki még nem is gondol bele logikusan, de tudat alatt ez zavarni fogja. És Aha. itt jön a lényeg a hát dologban. Igen. Hogy nem fogja, nagyon sok ember nem fogja tudni megmagyarázni, mi zavarja, és ez jelentkezni fog abban, hogy nem fog neki tetszeni a film. És egyébként, hogy mert sok ilyen kis elemet fog látni, találni, ami dramaturgiai problémákat okoz, akkor a végén nem Nyilván a szakember meg fogja -e tudni magyarázni, ah. hogy mi a probléma a filmmel, de az átlagnéző nem. És kíváncsiságban én megnéztem egy-két ilyen kritikát, gagyi uh, YouTube channelekre, ah. meg, meg, pro, 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 meg profiról, meg olvastam és minden, és hallod mindenki együttetően lehúzta a filmet. Igen. Lehúzta a filmet, akkor. Tehát amikor már nekem kialakult képen volt a filmről egyébként, tehát nem az, hogy én előre Értem, olvastam. El, de. de így van, nekem már kialakult képen volt a filmről, és ezt csak azért mondom el érdekességképpen, mert akkor itt valójában, amikor én ezeket elolvastam, kíváncsi voltam más emberek véleményére is, hogy az átlagnéző, vagy a, a hobbifilmes, meg a nem tudom, azok hogy vélekednek erről a filmről, és a nagy részében mindenki együttetűen problémát, és, és, lehetett látni a kommunikációr, meg hallani, hogy nem tudja megmagyarázni például a hobbi filmes, mert vannak ilyen hobbi csatornák, Aha. aki csak így beszél róla, de nem tud, nem tud, szakmára nem tudja megközelíteni ezeket a dolgokat, és nem tudta megmagyarázni, mi volt a probléma, de egyértelműen tudta, hogy ez nem jó. De érezte a problémát. Igen, igen, igen. És a saját szavával, hülyeségeket mondva, nyilván, ami nem abszolút nem szakmai megközelítés, de mégis lehet ki lehetett következhetni, hogy neki az volt a problémája, amit most például mi, mi szakmailag megfogalmazunk. És itt a lényeg az egészben. Tehát, hogy ez, ez ne, figyelj, figyelj ez, ez nem olyan, ez, ez, ez tehát a mozgókép az nem áll magába, az, az, az nem lóg a levegőbe. Tehát ezek támpontok alapján ezt le, ki lehet elemezni. Tehát ez, hogy hogy, és nyilván meg kell, meg kell kapni a szakmai szempontokat, és ha már megtanultad, megkaptad a szakmai szempontokat, akkor már ezeket meg lehet fogalmazni, ezeket a problémákat. És itt jön a lényeg, hogy a, ez a film, hallod, problémák tömkelege van benne, olyan szinten, hogy annak ellenére, hogy mondom, a látványra nagyon sokat költöttek, tehát én pont is néztem ezt a Siege tankos ez az Ostrom tankos jeletet, hallod, olyan szuperú meg van csinálva, ez az egész komputeres cucc, meg, a, meg az egész dolog, Igen. hogy így tudom, az agyam tudja, hogy komputer, de a szemem, ami befogadja az információt, egyszerűen nem tudja megkülönböztetni. Igen. Tehát annyira jól meg van csinálva benne ezek az effektek, hogy elhiszem, hogy ott tényleg volt egy siege tank nekem még volt egy minimális ilyen Warhammer 40 es érzésem is az egész filmtől, mert ugye az ember katonáknak hmm. ilyen nagy karimás uh, nyakvédőjük van, ami hát szinte Space Marine. Most, <laughs> most ezt nem tudom, mennyire fogják érteni, hogy Mindegy, a hát aki érti, érti, aki nem. Illetőleg, nem. hát konkrétan ugye ez a, tehát is most említett, hogy a szítsnagos jelent, az nekem a teljesen lendréderes. Tehát ugye a fákat hát, döntöket, a, Még, ugye... annál nagy, még annál is nagyobb, ez hát, simán egy Spartan igen, kell elképzelni. Ugye itt, itt, egy ideig nem is látjuk ezeket ugye a tankokat, igen, ugye igen az, az nagyon csak, jó csak elkezdik a fákat kidöntögetni. Szóval, hogy is mondjam, a rendezői szempontból, ha a látvány nézzük már azt, hogy ezek ilyen kreatívan fölettek plánozva jelenetek, ezek biztos, hogy storyboarddal össze lettek rakva, tehát előre ezek a képek belettek állítva, meglettek csinálva, én biztos, én biztos, vagyok benne, hogy ez szépen föl lett plánozva, mert amit te is mondtál, ez, hogy így dőlnek ki először a fák, hogy jönnek a falu felé a Igen. tankok. Hát ez zseniálisan tök jó meg van csinálva. Igen, vagy mondjam, hát minden minden is. Minden. tényleg is hogy ott összeszórják magukat a falusiak, hogy úristen, most mi közeledik, érted? Hogy valami döngeti ki a fákat, érted? Az mi lehet? Az megint más kérdés, hogy mondjuk Ázsiában, ahol ugye a, a legtöbb falu, ugye, hát konkrétan ilyen 1900-as vagy 1800-as évek szintjén van, a, és ugye 2065-ben, meg 70-ben járunk egyébként a, film, egyébként a film szerint. Hát 70, igen. igen. Akkor ugye jó kérdés, hogy egy gyakorlatilag ilyen három emelet magas háznyi méretű tankokat hogy tudnak Ázsiába szállítani az amerikai hadsereg? Ez egy jó hát a kérdés. Hát jó, de most onnan lerepül, nem tudom, jó, igen. De... A csapat, fia, az egy, az egy komplet csatahajó. Ugye ezt nem Milyen nah, lehet arról? Hát jó, most lehet, csak ezt nem nyilván feltételezzük, igen. persze, nyilván feltételezzük, de ott van a nomád is. Mert ugye a, a, ez az ilyen repülő, ilyen helikopterszerű csapatszájtokat, oké, hát az nyilván onnan leszáll, mert tudom, meg az, az, sokkal jobban, ugye a terep is sokszor ugye, dzsungeles, fás, stb., tehát az oké de ugye, ez, ez, és ráadásul, hogy ilyen monstrum volt legalább kettő, vagy akár három is van abban de nem tudom. Igen, de... igen, kettő biztos. Kettő, kettő biztos, biztos, igen. Hogy az egyik egyébként meg is semmisül egy darab bombától, ami Hát ezt is olvastam kommentben, ilyen filmemző oldal, most nem tudom mennyire lehet, mondani, de mindegy, nem is értem. Nem kell a neve az oldal. Igen, de a kommentelő, hogy ugye neki furcsa volt, hogy egy bombától hogy meg sem is Egyrészt ugye a, a fönti, ugye a nomád is, az is egy darab ilyen Körülbelül 20 vagy 30 centi bombától sem is ül meg, ami ugye, szóval azért nem úgysem is ülnek meg, főleg akkora járművek, szóval, mint a, olyan, í, mint a na, nomád. Igen, nem? tehát, hogy igen, ez, ez, ha De... már ide kanyarodtunk. Igen. Szóval ö, <laughs> igen, hát ez egy szürális fasság, így van. A Most nevezzük nevén a dolgokat. Mondok egy példát. Igen. Ugye a főüttatja Joshua a gyereket a hajóra. Igen. Ha most ez a hajó, ez... Hát minimum Budapest méretű, de legalább Pest megye. Na hát most, így, igen. ez egy óriási hajót kell igen, elképzelni. Igen, vagy hát... Most akkor jön egy, egy, gyerek, aki a, induljunk ki, hogy az, a, ő a megváltó, a képességei, a képességei a, a szín, béka alatt vannak, mert bekapcsolja a tévét, meg kikapcsolja. Igen, hát még... Hát akkor természetesen egy, jön egy ilyen, most csak, csak ilyen gondoljunk bele, egy akkora város méretű hajót, te kikapcsolsz egy ilyen gondolatra egy másodperc alatt. Egy másodperc alatt. Na most, igen. szóval értem én, hogy ő a megváltó, igen. de azért a lófasznak is van vége. Hát jó, igen. De azért, de, hogy mondjam, tehát ez baromság. Tehát azért egy ekkora hajónak nincsen tartalék áramköre. Egy áramkörön van az egész. Hát, vagy az soroljam, azért. vagy egy másodperc alatt ezt, ezt te fogod és lekapcsolod. Ne nevettessük meg ki magunkat, gyerekek, tényleg. Szóval értem én, hogy a film az hazugság, tisztán vagyok vele. Értem én, hát hogy a legtöbbször az allegórikus. Igen, mindent értek, csak azért, hogy mondjam, a hülyeségnek is van az határa. Nevezzük nevezzük Abszolút, nevén. Ilyen. Tehát ez egyik fele. A másik fele meg az, hogy itt akkor itt logo és akkor ez a kis Körömhegynyi bombával, amit te is mondasz, mert ugye Érted? Tehát, hogy hát igen, egy... miért, tehát ez is elengedi az alfit, kilövi az űrbe, bazd meg, ő feláldozza magát, mert ugye nyilván föl kell áldozni magát, de miért akkor feláldozni magát, mert természetesen a felesége nélkül már nem számít az élet, ugye, aki már igen. egyébként már a 28. robot, de tök mindegy, lényegtelen, akkor is úgy néz ki, mint a felesége, a végén természetesen visszahozzuk a búzamezőkre, mert ott még egy utolsó csókot kell lehelni mert hogy az nagyon fontos. Igen, de már zuhan az űrhajó, de azért még ők nem így repkednek e, szabad, szabad esésbe, hanem, hanem még ott ölelkeznek a búzamezőre. Igen, ölelkeznek, így van, a búzamezőn, mert ők szeretik egymást. Szóval a... Mert ugye, ja, még hogyha nem zuhanna a hajó, akkor oké, okay, a buzamezőn, de ott már robban föl a nomád, miközben ők ugye, Igen, csak <laughs> értem én, hogy láncreakció meg minden, de tegyük föl, hogy ezt a rakéta kilövő egységet robbantja föl, hogy azt robbantja föl. Igen. Ugye ott, ott, valamit mókol a... Mintha igen. Valami, ott, 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 ott a, ott, küldik ki a rakétákat a izéből. Igen, hát van egy ilyen Na, oké, oké. Okay, okay. Jó, 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 robbantsa fel. És? Hát bazd meg, egy város méretű hajó. Hát mi a tökömet számítana neki? Érted? Miki, gondolj már be logikusan. Hát szakadjon le az egyik része, vagy akármi. Ez nem tud több darabra osztódni, vagy nem tud, Igen, meg... hallod, nincs védelmi mechanizmusa. Minden hermetikusan lezárni az ajtókat. Meg... Ez az egyik fele. Igen. Tehát érted, oké, okay, engedjük el tegyük föl, nincs. Semmilyen nincs, csak, csak így egy Oké, okay, engedjük el. Egy maga, érted? A, egy ekkora hajót, Hát ez több százezer ember vezérel, ez nem öt ember irányítja, meg tíz, meg húsz, meg ötven. Hát ennek milyen legénysége lehet? Ez kb. olyan, mint a halálcsillag, érted? Hát körülbelül, vagy minimum egy csillagromboló. Hát minimum egy csillagromboló, hát ezek hány százezer fő személyzete van? És te ott egyedül rambózol, meg minden izé? Hát hagyjuk már. Igen és senki nem állítja meg a kisgyerekeket. Senki nem se. állítja meg a gyerekeket, szaladgál, össze, vissza. Arról nem is lesz hogy valószínűleg olyan távolságok vannak, hogy ahol ők beszálltak, ugye mondjuk hát. azt legyen a közepe. Hát, és akkor ez az irányító mond meg mondjuk. Még. 10 kilométerrel arrébb van. Hát szóval szürreális, érted? Hát szürreális, és érted, igen. csak ott terem, oda szalad. Hagyjuk már hülyeségeket. Egy, egy félórás futás kéne, vagy... Fél Félórás? Ne nevettessük már ki magunkat, érted? Vicc és kö, ja Úgy, hogy közben ne kapja el senki. Hát igen. Egy őr sem, meg senki. És, ne, és a filmben nem úgy van ábrázolva ez a kisgyerek, igen. mint egy jedi harcos, hát hogy nem. bemegy a... Izé Obi-Wan Kenobi, érted, a baszott lekardozza Darth Vadert, érted? Hát mindenki rángatja össze-vissza. Hát ne vicceljünk már, hát hallod? És akkor na, és akkor a másik. Oké. Okay. Mondom a lényeget, figyelj. Okay, igen. Az emberiség megépítette <laughs> a nomádot. Másik logikai buktató, figyelj. Hát nincs más védelmi rendszer, nincsen más hajója nincsen semmi, csak ez az egy nomád, ha, ha. kész, ennyi, és építettünk egy ilyen nagy, hatalmas, nagy rakásszart, ha. és ezt így egy bombával, egy körömnyhegynyi szarral egy ember, meg egy, meg egy, robot, Érted? Egy kis gyerek, aki képességeinek a béka seggel alatt van, megsemmisíti. Hát igen, ez, ez már ilyen szinte Star wars magasságok. Mert... Sőt, ez még annál is rosszabb, igen, mert... mert, ez, ez nem hogy mese, ez ultra mese. Igen, mert ugye ott Lúk lőtt bele ugye egy torpedót egy szerelőző ugye bár is Há, sem is jut meg a halálcsillag. Okay. De... Na de ott figyelj, de bocsánat. Ott legalább volt de, valami logika. De benne. bocsánat, ott előre a rendező tisztázta a, 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 a katonai mozdulatot a lázadók bázisán. Igen. Tehát ott előre le lehet tisztázva, hogy igen. ezt kell meg, semmi, megkaptuk a halálcsillag terrojzát. Benne van, hogy hova És kell lőni, egy, hülye gyerekek. ez a gyenge pontja. Igen. Itt meg mi van? Hát itt semmi, semmi. hát itt, itt egy körömhegynyi bombát fel felrobbantunk, azt az egész, érted, egy, egy városnyi izé, hát felrobban se védelmi mechanizmus, se azt, hogy akkor itt levála, leválasztom a felgyullat részt, hát nincs ilyen, hogy leválasztom, hmm. érted? Hát az annyira szürális. Vagy ahol a bomba van, akkor azt leválasztani, vagy mit tudom én. És itt és, 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 és nem arról van szó. Én értem, hogy művészi szabadság. Azt is értem, hogy bármit ki lehet találni, de fasságot nem lehet kitalálni, mert azt nem fogja elhinni a néző. Hát igen. Nekem külön, a rakétákkal is gondom van, ugye, egy, most ezt... Mondjad mindent, beszél, okay. mondjad, hogy mondjad. ugye A film elején látunk kilövést, már gyakorlatilag helyek az is ugye ezzel végződik. Ezek a rakéták ugye elég nagyot robbannak, de azért abból a robbanás alakjából, meg a méretéből azért lehet látni, hogy ez nem atomrobbanás. Hát Tehát nem. egy egy kör alakú, gömb alakú robbanás, nem gomba felhő alakja van. Sok igen, 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 igen. Bár lökés hullám az, az van, amikor van, vagy legalábbis a film közepe felé, ugye a főst egyszer ellökje egy lökés na mindegy. Lényeg, ami a lényeg, amit akarok mondani, hogy egyszer ö, ő visszamegy, még a barátjával, ugye a film közepe felé, abba igen. a halászfaluba, ahol igen, ugye igen. a felesége meghalt, igen, a, igen, igen, a maja. Igen, igen, igen és föl kell vennie valami sugárvédő ruhát, igen, igen. mert hogy ugye az fertőzött az a terület. Na most ugye akkor itt már megint logikai bukfánc van, mert hogyha ez a rakéta, atomrakéta, akkor úgy kellett volna robbannia. De ha nem az, akkor minek a sugárvédő felszerkó? Tehát, hogy <laughs> ezt nem teljesen értem itt a történéseket, de mindegy. Illetőleg, hát ezeken a, a, a rakétákon ugye lehet látni, hogy ezeknek tipikusan ilyen robotrepülőgép alakja van. Tehát ezek a már eddig is létező technológia, hogy, hogy amerikaiaknak van ilyen, tehát föllövik, és akkor benne van egy komputer is, megadott célra a, maga a rakét, tehát ez egy komputer és rakéta elegye, és akkor megy a célra, és becsapódik. Igen, igen. Most ezt ugye oké, okay, lövik onnan a föntről, jó. De, de mondom számomra, teljesen egyértelműen kiderül, hogy amikor azt a halászót is lövik, meg mit tudom én, hogy, ez egy baromi nagyot robban, mert jó nagy a rakéta, de nem atomrakéta. De akkor, utána, de akkor miért kell a sugárvédőszerkó? Tehát na mindegy, nem értem. És akkor... Vannak egyébként nem csak stratégiai, taktikai atomok is. Hát amik jó, ugye okay, kisebb a izéje, de hát a sugárzás azért messze nem olyan, mint mondjuk egy atombombánál megtalálja ezt a gyűrűt, hogy a gyűrű az valójában ugye egy nyomkövető, amit egyébként aztán a fickó visz magával mindenhova, amit ugye gyanítom, hogy ez alapján találják meg őket rendszerint, de ez persze nem tűnik fel egyik robotnak se, és nincsen semmilyen mondjuk detektoruk, vagy, vagy ilyen rádió alkalm eszközük, amivel mondjuk azt mérnék, vagy, vagy ki, hogy valamit jelt ad, és ugye... Hát hogy lenne? És hát, hát hogy lenne? És egyébként mindegy, hogy hova bújunk, ha Fajot a ját kapnak rólunk, hogy hol vagyunk. Na mindegy, igen. Hogy lenne, nincs nekik semmiük. Hát. Ők a falusi robot, <laughs> a szegény falusi elnyomott robotok. Igen. Már a film, na, a film eleje. Ugye van ez a faház, ugye jön igen. a nomád, és akkor a főszereplő Joshua fölugrik, hogy ó, mozgás, mozgás, ezért menekülünk, jön a nomád, majd elkezdik továbbra is kikérdezni az elfogott amerikai katonát. Ugye van igen, a házban igen. egy katonat, ütik a fejét. Igen, igen, hogy mi jött, mert én már jön a, ide. Jön a nomád, már kezdi Ott el ülni magát, a... hogy beépültem ide. Igen. És a maja meg ugye rájön. És a maja meg rájön, ö, és a, hát arra már nem is rájön, hogy ugye a, akkor a másik főszereplő, vagy nem tudom, maja mennyire főszereplő, mindegy. Uh, ugye ráfog egy fegyvert, ugye joshua de ahelyett, hogy, és egyébként ők lázadók, ők abból élnek szerintem, hogy ugye uh, lázadnak ugye az amerikai hadsereg ellen, meg ugye uh, védik az azért az, az titkosságukat, gond, és, tehát ha, ha, ha valakiről kiderül, hogy ő kém és stb., hát szerintem azt ott helyszínen ugye meg kell ölni, hiszen különben... Jó, de hát azért ott van érzelmi kötődés. Hát van, hát, igen, hogy... persze, van egy hát gyerek azért... hasába, igen, meg mit Hát is mi? ő az apja, tehát hogy azért ez így... Na mindegy, nekem az is egy kicsit furcsa volt, hogy ugye nem lövi le, de azt meg mondom, az még furcsább volt... A vége lett volna a filmnek, Piki. Hogy, 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 hogy tíz másodperc van ránk fog lőni egy rakétát a nomád, de ott a ház ott el vannak, ott még megy, megy a dumcsi, még ott tíz izé év akargatják a alsó meg mit tudom én, meg ütlegelik azt a foglyot, de az, hogy egyébként kiürítenék a helyet, és menekülnek, nem, hát arról szó nincs. Tehát, hát, ugye... de, hogy lehet? Hát természetesen akkor kell az információkat meg, megszerezni, amikor, érted, tíz másodperc van hátra az életedből. És, és mondom, a főszereplő hangosan üvöltve közli ott mindenkivel, hogy, hogy tűnjen, mozgás, mozgás, mert mindjárt meghalunk, érted? És akkor, így... Ott, el, el vannak. Na mindegy, oké. Okay. El vannak. Aztán. Ja igen, akkor ugye mutatják, van ez, amiről te is, már beszéltél, hogy ő elkezd dolgozni egy melóhelyen, ugye a Los a takarításán. Igen, igen, igen. Az nekem nagyon ö, szimbolikus volt, hogy a munkaról narancsárga, ami ugye Amerikában ugye a börtöntöltelékeknek is igen. ez a ruhája, ugye a van is tárni egy ilyen sorozat, hogy a, az új ö, fekete a sárga, vagy valami ilyesmi, most nem tudom pontosan, mi az angol címe, de és az a lényeg, hogy ö, ö, aki kerül Amerikába, az egy narancsárga zubbonyt, vagy egy ilyen kezes lábast fog kapni, és, és hát ö, nem teljesen értem, hogy miért, mert egyébként ez egy valami civil meló, tehát ott ők semmiképpen se fogjók, de a nő is narancsárga, meg a, meg a Joshua hát is. Hát lehet, hogy ez is ilyen szimbolikus, hogy valójában nem fogjuk, de érezd úgy, hogy ők ilyen a hétköznapi robot életükben, vagy hogy milyen robotoló életükben ők ilyen beleragadt, kiégett, munkájába belefáradt, ilyen Ra, tehát ugye ez kicsit Félig lehet... Hát mi? ilyen, lehet, hogy ilyen szimbolika a mostani társadalmat hogy bevész a gyárba, dolgozol, izé éksz, nem tudom, stb. 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 Tehát lehet ez egy ilyen utalás egyébként. Meg ugye a, a, film elején ott van valami kongresszusi ülés, ahol ugye egy katonaru egy tábornok, vagy ki ott ugye beszél, mond egy, egy beszédet, és hát az is eléggé nekem, hát mondjuk abban nem volt szerintem logikai vagy dramaturgiai buktató, de minden ez az Amerika ellenes ilyen nem tudom, hogy fogalmazni, hangulat kelt, és az viszont benne volt, tehát hogy ott elmondja a tábornok, hogy hát itt tíz évvel ezelőtt ugye Los angeles ugye elpusztult, és hát ezt mi nem hagyjuk annyiban, megbosszuljuk, és ugye a nomád, és hát a, a nomád ugye felszabadít majd minket. Na most ugye kiderül, ugye, hát ott még ugye nem, de a film során ugye kiderül, hogy hát valójában ezzel a, ezzel a csúcsmodern nomád csatahajóval, vagy űrhajóval, mm. hát olyan helyeket támadnak meg, amik hát szerény véleményem szerint semmilyen fenyegetés nem jelentenek Amerikára. Tehát ugye új Ázsiába vagyunk, Amerikától mondjuk 8000 kilométerre körülbelül, és ugye a Földön játszik a történet, tehát 2060-ban vagyunk, tehát Amerika gondolom még mindig egy külön kontinens, maradjunk annyiba. Tehát annyira egyértelműen látszik az az üzenete a rendezőnek, hogy itt Amerika megint olyan helyeket támad meg a világban, ami, aminek szinte semmi értelme, tehát tehát oké, okay, ott mondjuk még elfogadják a robot, mert ezt megint, és erről erre se tír ki a film, hogy Amerikában mintha már nem lennének robotok. Vagy legalábbis a, a, abban a beszédben, mintha ez lenne, hogy itt ugye mi betiltottuk a robotot, itt már nem lesz semmi, Ugye, ezt mondja a tábornok. Uh -huh. Most egyébként, hogy ez mennyire valósul meg, azt nem tudom, mert ugye ez nem derül ki, de mondjuk ott Los angeles -be, -be összeszedik a robotokat, és van egy ilyen nagy présgép, amiben így összepréselik, ugye ez viszont van mutatva, és adásul ez a préselés azt úgy, úgy, zajlik, hogy, hogy még ott élő, vagy hát legalábbis működőképes robotok is vannak abban a présbe, és miközben nyomják össze, ott még emelgeti a karját a valamelyik robot, vagy mit igen. Tudom, igen. igen. Ami, ami, nyilvánvalóan egyfajta ilyen ö, tömeggyilkosságra, meg tömegsírra, a gond, meg, meg talán megkockáztatom még ilyen koncentrációs táborra is való utalás, de de robotokkal. Na mindegy, igen. E, de az egész azt akarom kihozni, hogy az Ázsia, még, tehát hogyha a, a, a robotok is intézték el Los Angeles-t, ami ugye egyébként a filmnek mondjuk a háromnegyedén kiderül, hogy egyébként ez nem is úgy volt. ez Hát, ö... <laughs> jó, bocsánat, ezt állítja egy robot. Hát állítja egy robot, igen. Vagy... Tehát, hogy ez, hogy ez most belette bizonyít vagy nem, hát most jó, ebbe jó. is el lehet ezen gondolkodni, hogy persze, hát ezt valaki elmondja, hogy hát az ott egy ilyen emberi mulasztás meg izé volt, de hát én is elmondom, hogy figyelj, bocsi, nyertem a lotton, ezt közben nem. Tehát, hogy érted, okay. tehát, hogy ez, ez, ez még mindig nem, ez még szerintem megalapozásnak kevés. Ah. Lehet, hogy ez igen, hogy, hogy ez tényleg, és akkor azt mondja, hogy a rendezőnek ez elég, de ez rendezés is filmdramaturgiai szempontból ez kevés hát arra, hogy én azt mondjam, hogy ez, ez az emberek hibája volt. Mindenesetre esetre azt számomra kiderül, hogy egyébként hogy az Ázsiából robotoknak, hát kézi meg mondjuk ö, ilyen váronítató rakétávetőjük van, Na de atomrakétájuk, amivel mondjuk rálőhetnének vagy nagyvárosra, vagy mondjuk a nomádra, hát az nincs. Tehát, hogy még, még, még nagyon repülőgépeik, meg tankjaik sincsenek, tehát ilyen vízfelett szálló, vitorlás hajóik vannak, de nagyjából ebbe kimerül a technikai eszközparkjuk, vagy hogy mondjam. Igen, az a baj ezzel a filmmel egyébként, hát. hogy hogy amit mondtam már korábban, hogy a rendező nagyon sokat akar elmondani, és az a baj Aha. ezekkel a filmekkel, amik nagyon nagy intellektuális, ilyen félművelt settinggel, utalásokkal, és, és, ilyen zagyva történettel, telehibával, dramaturgiai hibával, óriási dolgot akarnak elmondani, hogy tudod, ez a, erre mindig azt szoktam mondani, hogy a kevesebb az több. Tehát sokkal egyszerűbb Igen. egy olyan, sokkal lett, ha te ábrázolni akarod mondjuk az elnyomást. igen, Mert mondjuk itt igen. azért ez elég masszívan benne van a, a kisebbség elnyomásának az ábrázolása, azt sokkal egyszerűbb, és még hogyha sci-fi környezetben is teszed, de egy sokkal letisztultabb környezetben könnyebb átadni. Mondok egy példát, amikor te rendezőként el akarsz mesélni egy történetet, igen. amikor egy kompozíciót megbeszélsz az operatőrrel, akkor nem egy olyan szobába fogod ezt, a, mondjuk egy szobai jelenetet kell felvenni. A szobát nem teszed egy mert ha a szoba nagyon zsúfolt, akkor hiába játszik ott két ember egy jelenetet, és két ember konfliktusát mutatjuk be, ha nagyon zsúfolt, színes, tehát a háttér nagyon-nagyon-nagyon ah. inger, ö, tele van ingerrel, akkor a két emberről ö, ö, a súlypont le fog menni. tehát ah, Mert igen. a háttér elviszi elviszi a két ember, egyszerűen elnyeli a nézőket, még hogyha ugyanúgy a néző a vászon közepére és koncentrál. Ez azért nagyon fontos, amit most mondok, ez egy rendezői dolog, Aha. mert, mert egyszerűen nekem ez a Nirmata című film, ez egy ilyen zsúfolt szoba, amiben így minden bele van pumpálva, abszolút nem letisztult, tele rengeteg klisével, és, és egy ilyen, ilyen zagyvasággal, ami igen, persze, tehát hogy én nagy, nagyot, akarok, tehát nagyot akarok markolni, de igazán nem fogok semmit. Igen. És nekem ezzel a nagyon nagy probléma ezzel a filmmel, hogy, hogy utána az egész így eltűnik egy ilyen, egy ilyen, az agyvaság sülyesztőjébe, vagy hogy mondjam ezt neked? E, maga egy szóval, ilyen klisé tengerben. Így... Igen, hát a érten? falusi jelentek is ugye váltokozik váltok azokat, próbálja bemutatni, hogy ilyen robot, <coughs> olyan robot, gyerekek ott viháncolnak. Izé, de, de aztán pontosan, hogy hogy néz ki az a falu, bánat se tudja, fel nem tudom fölidézni, mert hogy nem maradt meg az ember fejébe, illetve még egy helyen éreztem ilyesmit, amit mondasz, hogy én régen nagyon szerettem a cyberpunk kép regényeket, igen, tehát, igen. Ö, és ugye ez a Neuromance, meg stb., meg, igen, igen, meg igen. Monalisa nekem ezek mai napig megvannak otthon, de az írója olyan stílusban írta meg ezeket a regényeket, hogy én ezeket ugyan elolvastam, de nem, nem, tudsz rá emlékezni. Tehát olyan káoszos, olyan zagyva a, probléma. Ez a probléma. Hogy, hogy mondjuk egy fél Év, vagy most már most 15-20 év is, hát ha nekem el kéne mondani a Mona Lisa Overdell történetét, mert mondjuk pisztolyt tartanak a fejemhez, hát bizony meghalnék, mert nem tudnám elmondani. Tehát, hogy... Ez a probléma. Ez a probléma, ez zsúfolt, és az, hogy magában, figyelj, egy film bonyolult vagy összetett, ez magában még nem probléma, ha ez egy olyan, tehát yeah. meg kell találni azokat a határokat egy film filmkészítésénél, hogy mindent ne tömjeg bele, Aha. mert nem fogok nem fog vele semmit elérni. Tehát lehet, egy film bonyolult, de akkor mondjuk a filmtérnek letisztultnak kell lenni. Érted, hogy hogy mondom? Aha. Tehát azt nem lehet, hogy belezsúfolom a filmtér is tele van tömve. 30 karakter van benne, aki, aki, a nézőnek meg kell érteni, hogy kiről van benne szó, meg még 60 flashback, meg még jobb kezemmel megvakarom hátulról a bal fülemet Igen, ötször. És, és, ebbe van. És, és akkor gondold végig az, hogy akkor most bocsi, akkor, akkor tehát magyarul, amikor írsz vagy csinálsz egy filmet, ez nagyon fontos megjegyezni ezt a dolgot, és egyébként ez bármilyen fajta művészetben, a kevesebb az több. több. Ez hát. nagyon fontos, mert amúgy, ha minden telettől, Stúzsófosz nem fogod, Tehát, lehet, hogy mondok egy példát, érzelmileg attól még kötődhet valaki a Creator című filmhez, ugye ez a névmatához. Igen, Kötődhet valaki, Haltottam. hogy lófasz nem ért a filmből, mert hát neki jó. tetszik a látvány. Hát jó, igen. De attól még a film szar. Tehát, hogy hogy mondjam neked, ez egy nagyon fontos dolog ebben a történetben, ezt egy másik barátommal beszélgettem, hogy el kell választani azt, hogyha egy film jól van megcsinálva, meg az, hogy az egy minőségi, professzionális művészeti darab. A kettő nem ugyanaz. Igen. Mert a gagyi film is lehet jól megcsinálva, de nem ad neked semmi többletet, hanem csak még a, sok, sok esetben még azt a két óra szórakozást is csak email álmal adja meg, mert a mai Marvel filmek erre a szintre süllyedtek, hát hogy össze van pakolva, persze nagyjából jók a színészek, van dögösek, akció van, repkednek, nem tudom, lézerek, csata, izé, nem tudom, stb., tehát a látvány, dinamika, meg az összes ilyen szar elviszi a filmet, és elmondod, hogy hűha, mekkora filmet láttál, közben meg egy nagy szar az egész, mert valójában egy ilyen, ö, hogy is mondjam, tehát igazából nem kapsz semmit, tehát még azt né sokszor még a két óra szorkozásot is immelámmal kapod meg, mert ma olyan gagyik, érted? És okay. jól van összerakva, mert végignézed, mert van látvány benne, meg van Igen. benne egy-két humor, meg nem Igen. tudom stb. de az összkép, az, össz, az, 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 az egész, amit utána beszélni kéne róla, vagy teljesen lapos, nem ad neked semmit, nem leszel tőle több, satöbbi. Tehát az ábrázolása, a gagyi, satöbbi. Tehát el lehetne kezdeni sorolni, tehát jól van összerakva, mert az emberek végülik, mert a, mert a filmkészítők tudják, hogy mitől maradsz a vászon előtt, Igen. mik azok a dramaturgiai vágáselemek, nem tudom, színjátszás, stb., de ez még nem azt jelenti, hogy az a film jó is. Igen, nekem volt egy olyan érzésem, ugye, hogy az hogy most a másodszor néztem végre, és most már alaposan meg-megállítva, elemezve, hogy a másfél oldalt írtam. Hát én is, is már sokat szóra néztem meg, öh, hogy ezt összetudjuk szedni. Hogy olyan az érzésem, mintha egy Chad írta volna a forgatókönyvet. Hát egyébként nagyon, <laughs> nagyon. Eskü. Nagyon, és nagy. ugye ráadásul így merítvem a már meglévő filmeknek a történetszálaiból. Tehát, hogy mint hogyha rálátás rálátása lett volna egy mesterséges intelligenciának mondjuk az elmúlt 40 év filmiparára, vagy filmtermésére, és azoknak a történeteire, meg történet és akkor abból így kicsipegette volna, ami egy szífihez szerinte illik. <tosz> Ez az egyik, amit akartam mondani. A másik, hogy nem tudom, ez nem a mai nap ö, ugye témája, de én egyébként megnéztem a Marvel című filmet. Jaj, atya És nem akarok túl sokat erről beszélni, meg a nyilván akár nyugodtan kivághatod később, de hogy van benne egy olyan jelenet, ahol egy bolygóra elmennek ugye a főszereplők. Csajok. És éne a bolygólakók énekelnek, mindenki tiritarka, színű ruhákban Milyen van. Milyen meglepő, igen. És ugyan uh, egy férfi uh, királyuk van, a a akivel Nőként egyébként... Nőként viselkedik. A aki eléggé nőjes, igen, Há, de, de egyébként volt. férfi... É, és akkor azzal van egy érdekházassága a, ugye a Marvel kapitánynak. Mert ugye amúgy homokos a csávó, gondolom. É, nem, a, fic, hát a fickót nem tudom, de viszont a Marvel kapitány szerintem homokos, tehát hogy ugye az már be volt mutatva, hogy neki volt egy pilóta társnője, akivel ő együtt ért, és, ő, és ezt, a, ezt a Rambo, ugye, aki meg a Spektrum hát őt, őt közösen nevelték, az a nevelt lányú, két nő nevelt lánya egyébként, na mindegy. De lehet, hogy ezt én rosszul értettem amúgy még az előtt, mert volt Na, egy elő, igen, de... mi a lényeg? Hogy... Tehát elmennek a homokos Hogyhoz van bolygóra. egy bolygó, ahol énekelnek az ott lakók, és ez a jelenet tart úgy 10-15 percig, és így se az előtte lévő filmhez nem kapcsolódik, se az utána lévőhöz. Ráadásul a, a bolygóra... De ez a kedvencem egyébként, amikor bele van erőszakolva igen. A, a gyakorlatilag a vók a lmbt propaganda <laughs> csak azért, mert hogy benne kell legyen, kő, semmit nem ad a filmhez. Külkemény. Tehát a storyhoz se az elejéhez, se a Kőmény. vége, se van nem ad hozzá, csak mert a trendeknek meg kell felelnünk, igen. akkor mi ezt belerakjuk. Mert hogy nyitnak egy portált a bolygóra, és a, az a ilyen térkapu, vagy nem tudom, mondanám, az kiszívja a bolygó, ez egy olyan bolygó, aminek valami 97% a víz, és a, a ez a nyitó, megnyíló portál ezt a vizet kiszívja egy másik bolygóra, mindegy, a kriknek egy bolygóra. És Igen. ennyi. De egyébként a fősök nem mentik meg a bolygót, elte, megnyomnak egy gombot az ürajukon, és elteleportálnak. És vissza sem mennek. Tehát, hogy ott az, a, az az éneklő bolygó így kiszárad, vagy nem tudom mit, nem tudjuk mi történik vele egyébként. Te De nem, jó nem az biztos. Nem derül ki a filmből. De az a lényeg, hogy szépen ábrázolva lett a színes szivárvány igen, design, Mindaddig még meg nem haltak. Boldogan szivárványoztak, amíg meg nem haltak. Agyrém, de mindegy, igen. De csak ennyi, mert gond, gyanítom, hogy te nem fogod megnézni a marvel -t. Nem terveztem. Oké, okay, hogy marvel na mindegy, igen. Egyébként nem jó film, szóval sajnos én, én nagy fogyasztója vagyok ugye a Marvel filmeknek, de egy erőteljes bukó vagyunk. Igen, most már így. Tehát te most, bocsánat, most őszintén egy Marvel rajongót kérdezek. Igen. Minden fajta, tudom, hogy te kurvára elfogult vagy, pont ezért kérdezlek téged, hogy... Most ugye akkor meg tudod erősíteni azt, hogy, hogy vég lehet nézni a filmet, de nem jó, ugye? Nem. Na látod, tehát mit, mit uh -huh. mondtam az előbb egy 10 perce, hogy meg lehet úgy csinálni egy filmet, hogy a néző nem menjen ki a moziból, Igen. mert végignézze, Igen. de attól még szar a film, és ez a lényeg. És már, már, az a, már amikor már filmrajongók, vagy bocsát, filmrajongók, Képregényrajongók, ilyen fanatikusok, mint te, aki igen. ilyen nappal ilyen limonádé mozikra megy el, amit nyilván ez nem kritika, ezeket Mindegy, szereted, igen, ez igen. van, ez kikapcsolódni mész, hát. semmi baj nincs ezzel. De te is azt mondod, hogy ez ez már ki, kifulladt ez az egész Marvel szuperhősös baromság, hát, mert egyszerűen annyira túl van már tolva. így, hogy most csinálják, így mindenképp. Bocsánat, mind. de hogy, de figyelj, de, de most őszintén nincs túl tolva. Tehát már nincs túl tolva egy kicsit a bicikli. Most most szerinted, hogy hogy már nem az van, hogy mindenkit már minden híresebb színész behoztak szuperhősnek, már behoztak ilyen-olyan szuperhősöket. Nincs, nincs egy kicsit ez ilyen overdose hogy túl van ez tolva egy picit? Szerinted? Hát uh, kíváncsiak a véleményedre. Én azt gondolom erről, hogy ötlet hiány van. Tehát a, a, én gyűjtöm a Na no kép... jó, de mit lehet már beledrakni? Tehát, hogy ezek hát már... azért a képregény kultúrának iszonyatos irodalma van. Tehát én nekem is otthon van legalább mostanában, hogy elég sok minden megjelent, legalább van, vagy 80, vagy nem tudom, ilyen, olyan Marvel képregényem, ami hat részes képregények egy kötegbe összerakva. <laughs> És abból is van, egy van amely egyébként, amelyik gyengébb, meg amelyik már ilyen kicsit olyan, hm, hogy mondjam, ugyanis is önismétlős, meg már ez volt, már ez a sztori. Na, megle, ugye, ugye? De én akkor is azt érzem, hogy lehetne még mondani újat, meg szerintem például a tipikusan mondjuk az első Amerika Kapitány film, meg a Bosszúállók első része, abban voltak olyan tanulságok, bölcsességek, stb. De bocsánat, ami, az még nagy, fontos. Az még a 2005 6 hát környékén jött ki, vagy hogy, és, és azok, azok nagyon újak voltak, nagyon újaknak hattak, az, ami nekem is tetszett, hát igen. hiszen nem, nem, volt úgy szélen minden 5 percenként nem volt 5 percenként, hogy kiesik egy egy szuperhősös film hát, a moziból. Igen. Most meg már van kék bogár, meg zöld tücsök, meg a faszom se tudja, igen. már, már hupi lila izé, Már, tehát ez nekem a tipikusan, az a pókember multiverzum, meg a izé, ja. Hát ez, ez már ez a tipikus az, És amikor már nem tudok mit kitalálni. Érted? És akkor elmegyek a párzamos dimenziókba, hogy, hogy az meg még úgy kell és újra csavarjak játszom. rajta, igen. és újra elmeséljem ugyanazt, amit már eddig. El, mert ugye, bocsánat. Jó, jó, igen. Tehát alapból úgy kéne tisztázni két Vagyok? dolgot, hogy igen. van egy ilyen, hogy történet, meg cselekmény. Tehát először is van a fabula, meg a szüzsé. Okay. Érted? Igen. A kettő nem ugyanaz. Ah. A történet. Most mondok egy példát, szerelem, ármány, á, mit tudom én, elnyomás, nem tudom. Egy, egy szóval le, le lehet foglalni, hogy miről szól ez a történet. Testvérharc, árulás, nem tudom, stb. Ez a történet. A cselekmény, meg ö, mit tudom én, a bemegy az ajtón, ezt csinál, azt csinál, azt csinál, tehát ami történik a vásznon, de a, a történet meg az, hogy mit, mit, az egész film mire van felfűzve, érted? Jó, jó, jó. érted? Uh -huh. Ez egy óriási különbség. És valójában történetet már mindent elmeséltek Miki, csak a setting meg a cselekmény más. Tehát valójában az odösszejában meg a Bibliában már minden történet hát, megtörtént, jó, jó. árulás, testvérgyilkosság, nem tudom, ö kövezés, Itt tök mindegy, bármi, minden háború. háború, béke, szerelem, de ezek az hát. általános nagy klisék, ezt mindent el, csak ezek újra vannak folyamatosan forgatva. Hát mondok egy példát, ott van például a 70-es években megcsinálták a nagy filmben a westworld ot meg hozzá a sorozatot. Megvan az a robotos vagy nyugatos sztori? Ja, Na, azt van, a 2000-es tízes évek közepén végén csináltak, megcsináltak belőle egy modern sorozatot. Igen. És minden egyes, halott ha, ha, csak kicsit visszatekintesz, a sorozatok és a filmeknek a 80 a azt már ilyen 20-30 évvel ezelőtt megcsinálták, minimum 20-30 évvel ah. megcsinálták, szinte minden remake. Tehát valójában, de ugye na ez nagyon fontos azért kell újra elmesélni mert a mostani generáció azt nem nézi meg a régi filmeket deki hát, ebben róla. a settingben ebben a settingben ebben a gondolkodásban ebben a kultúrkörben újra el kell mesélni és még az is különbséget okoz, hogy milyen rendező, hova helyező hangsúlyt, és hogyan mesél el azt a történetet. Na de itt jön a lényeg az egészben, hogy nem arról van szó, hogy ezeknek nincsen létjogosultsága, hogy ezeket újra meg kell csinálni, mert meg lehet ezeket csinálni, csak nem mindegy, hogy milyen minőségbe teszed. Érted? Ez itt a lényeg. Hát én Tehát már nagyon Magyarul lát, azt akarom mondani, hogy égen. nincs új a nap alatt. Tehát itt okay. hiába ez a kreátor is itt van, csak ezt azért, az tök mindegy, hogy a megváltó az most egy nepáli, hindú attitűdű valaki, vagy egy, vagy egy, vagy egy zsidó kultúrkörű, vagy egy keresztény kultúrkörű, ez... vagy egy iszlám, vagy egy tök mindegy. Igen, hát ez már lett mesél. Mindegy, hogy milyen settingbe teszed, a hát lényegtelen. Hát igen. Mert már magát a történetet már elmondták 16 szer. Itt az a kérdés, hogy, tehát azért mondom, hogy amire visszatérve egy kicsit igen. még a, a mondtuk, hogy egyszerűen annyira túlzsófolt, volt sokat akar markolni a film hogy valójában a végén nem ad semmit üres, egy üres lózungá válik hát igen. az egész alkotó tehát ez, ez egy ez egy ez egy Én baklövés az egész Én film. Én nagyon hiányolom, hogy a magának a nirmatának a, a, a megjelenítését van. Tehát, hogy a filmben mindig csak mesélnek róla, de nem is sokszor, hogy ja, hát egyébként volt egy nirmata, ő férfi volt, mint hogyha még a neme is úgy valamennyire... Igen, mert általában a majának volt az apja. Igen, mert hogy az maraj apja, de, de már azt ezt az eredeti alkotót nem látjuk, fogalmunk sincs, hogy ki ez. Egyáltalán, hogy élte, vagy mit tudom, hogy ez csak egy mese, vagy mit, jó, mondjuk nyilván a majának volt apja, nyilván, mert is volt, gondolom. De, és ugye az meg már különösen érdekes, hogy ugye, ha valaki mondjuk marhára ért a robotokhoz, meg mondjuk a technológiához, az ugye nyilvánvalóan egy magas szintű képzettséget, olyan kutatói, tudósi attitűdöt igényel, de maradjunk annyi, hogy minimum mondjuk ilyen felsőfokú végzettséget, most mondtam valamit, na mindegy. Igen, de igen, hogy igen. az mitől egyértelmű, és mitől ugye a, a, a alapértelmezett, hogy ezt a lánya egyébként simán ö, ö, abszolválja magába ezt a tudást, vagy hogy mondjam. Tehát, hogy, tehát, hogy, Magyarul azt akarom az egészből kihozni, hogy az nekem nem volt teljesen magától érthetődő, hogy oké, okay, mondjuk a maja apja az ugye robotokat gyártott, és ő volt a über alkotó. Ő volt a nirmata. Na de ezt a tudást hogy tudta úgy átadni a lányának. Olyan szinten, mint amilyen szinte van, Szinte. Száz százalékban, hogy ugye utána ő megalkot egy olyan gyereket, ugye a, a filmben ugye kiderül a, a, a szamurái parancsnok elmesélésében, hogy ugye a, a, ez, ez egyébként a Joshua és Maja gyermekének a lenyomata, amúgy, Aó, tehát ugye a gyerek meghal a rakétába, de ugye a, a tudatát lemásolják, mit tudom, nem tudom pontosan, hogy van egy ilyen gép is a filmben, amiről semmit nem tudunk egyébként, azon kívül, hogy kétszer megjelenik, és hogy ezt kifejlesztette ki, hogy tud egyébként tudatot másolni egy akkora gép, mint mondjuk egy kávéfőző, ezt fogalmam sincs, tehát, hogy Mindegy, oké, okay. de nem is ez a lényeg, hanem visszatérve, tehát, tehát hogy a, a, a lánya hogy tud olyan technológiai és Bravúr, tudás szintre eljutni? Bravúrt ö, ö, eszközölni, ami... Hogy... ami hogy ami szinte lepipálja a saját apját is nagy valószínűséggel, vagy minimum azt a szintet hozza, mint az apja. Hát nekem az apám autógépészmérnök, de én meg nem lettem az, szóval, hogy így, na, tehát, hogy. Még az érdeklődési köröd sem az, nem? Igen, igen. Még az érdeklődési köröd sem az. Úgyhogy igen, szóval ez ilyen eléggé furcsa. Illetőleg, hát vannak ilyen viccesen furcsa jelentek, ez most nem tudom, hogy mennyire illik ehhez. Mondja, mondjad, mondja, mondja. Mondjad, 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 mondjad. Mondjad. Hogy ugye van ez a rész, amikor egy kocsit akar indítani a főhős, hívja is egyébként be a kocsiba, ugye, a aót, igen, és igen. A, a magát a pajtát, mert ez egy ilyen pajtában vannak, azt a körbeveszik robotrendőrök. Igen, igen, igen. És a robotrendőrök egy gránátot. bedobnak egy gránátot, de ez a gránát megy, Nem úgy működik, mint egy simagrát, mert én egyébként hogy dobtam gránátot, jó, nem ilyen digitális kijelzős, nem tudom, milyen modern gránátot, Én dobtam gránátot, De egy éles gránát, négy másodperc alatt robban. A legrosszabb esetben öt. Egy olyan, olyan érzé van benne, hogy a gyújtó zsinór, meg gyújtó. Én is dobtam katonasságnál gránátot. Igen. Éles gránát. Ez a gránát, azt hiszem, minimum nyolc, de inkább tíz másodpercről számol vissza. Tehát egy marha hosszú időre időzített És a kutya gránát. meg visszahozza. A kutya fölveszi, igen, kimegy vele a pajtából a pisztoly, a puskákat tartó, most nem mozdultam, mikro, tehát a puskákat tartó rendőrök elé kimegy a kutya a gráta a rendőrök nem csinálnak semmit, Persze. nem lőnek, nem üvöltenek rá a kutyára, nem. megvárják, még a kutya nem is túl gyors tempó, mert a kutya hát. körülbelül csak úgy Igen. épp, hogy csak csapat, de nem, nem, is fut, inkább csak sétál. Igen, bőven több az egész, mint 10 másodperc. Engedjük Besétál a, 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 és a, robot a közül, és bedobja az egyiknek így a lába alá, vagy az ölébe, nem az ölébe, de Hát ott van, meg fogtam a hasamat, mert mondom, ilyen nincs, tehát tehát nyolc puska szegeződik az épületre, de Megvárják, ki, hogy kihűr egy kutya, és nem lövik le, nem, igen, oda sétál, és így bum rám És akkor még így fel is üvöltenek előbb, a robbanásod, jaj, hát ez robbanni fog, vagy nem, lehet nem, nem, nem ezt mondja, de minden esetre, hát szó komikus. Tehát... Igen, igen. Igen, hát ez egy elég nagy, ez, ez is sok-sok kérdés felvett magainál. Persze most bele lehet magyarázni, hogy Hát ők nekik van érzésük, és nem akarták lelőni a kutyát, biztos azért volt, inkább meghaltak, és a ronstelepre kerültek. Igen. Nem baj, a kutya is felrömbadt velük együtt, de az lényegtelen. Igen, szóval szegény kutya az átment a túlvilágra, de igen, mindegy. mindegy. Szóval, Jóisten. ó, az kemény. Igen. Tehát szóval van ilyen hülyeségekkel a film, amik, hát szóval, Oh, de ja, vannak ilyen ö, egyébként más filmekből való részletek, és például példa. No. Amikor ugye az amerikai katonák, ö, <coughs> ugye lesz, e, e, hát ez most jó kérdés, hogy pontosan mikor van, de még a film eleje felé, amikor egy, ö, ugye ez a helikopter, de mindenki protoros csapatszertől leszállnak valahova, akkor ott van egy ugye a csapatszájtól való mozgás, tehát amikor egy ilyen mezőszerűségre, magas fű közé kifutnak a katonák fegyverrel a kézbe, na az nekem tipikusan a bolygó a halából, ugye a, a űr, űr, Hú, hogy minek hívják őket? Mert nem űrgárdisták, de min esetre ezek a. Marinek. Marin, igen, Marin. Tehát, hogy ezek a kolonista katonák. A kolonista marinek. Igen, ezek. Ugye az őrmester parancsára szép. baromi gyorsan, és szép formában, vagy mintában kimennek a csapatszájtóból. És ez egyébként ebben a filmben is benne van. Abszolút. Nagyon sok filmben van egyébként utalás, nem csak az, hogy utalás, hanem konkrétan jelenetekének a, az átolózása. Ott van például a Jackie Brown, igen, a Jackie Brown, igen. Tehát az a lényeg, hogy a Tarantino ugye rengeteg, hát ugye videótékában dolgozott, rengeteg filmet szerette a filmeket, és volt például a Fekete Özvegy című film, Aha. a pontosan, nem, nem Jackie Brown hülyeséget mondtam már, hanem a Kill Bill, ez az hanem ugye a Kill mi van? Miről szól a történet? Ugye van az Uma Truman, aki ugye szerelmes a Billben, meg minden lesz egy gyerekük, de ottán ott, ott lelövi a gyereket is, meg a izét Igen. is, meg ő is, aztán de túléli, és bosszút esködik, és akkor ott az összes ilyen mafiózott, aki korábban a bűntársa volt, szépen elmegy és kivégzi. Ugye erről szól Igen. a film. Ez egy bosszú film. Na, és itt a lényeg, a történet a bosszú a cselekmény, meg hogy meg van valósítva, majd, majd a setting, meg az, amiben meg van valósítva. Jó, okay. na, tehát a lényeg az az, hogy ott is például van a Fekete Özvet című film, ami pontosan ugyanerről szól. Gyakorlatilag a Kill Bill, az ennek egy remake-je. Csak hogy érdekességében mondom, csak nyilván egy más settingbe van helyezve, mm. meg egy más elmesélésed, a történet pontosan Az ugyanaz. 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 Ugyanaz a, a, a cselekmény nagyon sok helyen, sőt, van, ahol snitre pontosan ugyanaz. Wow. Ugyanis van egy jelenet például, egy repülőgépen így húzogatják át egy ilyen, egy ilyen listán egy ilyen, uh, ilyen listán, hogy kitölt már meg, meg kit nem? Aha. A snitre pontosan megegyezik a fekete őzvedjel, wow. amit mm. a Tarant. A Kielben De. ott megrendezett. Ez pontosan ugyanaz a beállítás, amit a repülőgépen a Umat Ruman A hogy kitöltem ah. már meg című dolog. Tehát azért mondom, hogy <coughs> nincs új a nap alatt. Tehát okay. hogy mondja, itt nincs, nem, nincs, nincs spanyol viasz feltalálása. Itt arról van szó, hogy az új filmeknek azért van létjogosult, csak már elmondtam, az új generációnak elmondani ezeket a történeteket, hős mintákat, stb. 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 allegórikus ábrázolásokat, és, és, a régi filmeket én hiába mondom egy mai 20 éves gyereknek, hogy nézze meg mondjuk Jancsó Miklóstól a szegény legényeket, nem fogja megnézni. Igen. Tehát az, az fekete-fehér filmet, ki van zárva, hogy én megnézzek egy fekete-fehér filmet, mert az biztos gagyi. Nem akarom magamat nagyon mélyre taszítani, de szerintem én még nem láttam. Hát ez é. nagy hibán. Rögni fogsz, a Jancsó Miklós Szegény Legények filme, az még egy nem annyira művészkedő. Szerintem részleteket láttam belőle, mert mintha van valami ház, ami mellett férfiak táncolnak, talán ilyen fehér vagy tudom én, de az egész filmet biztos, hogy nem láttam. Nézd meg, nem fogod megbánni, mert az egy nagyon-nagyon jó betyár film, mm. És nem, 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 tehát hogy az, hogy miről szól, nem lövöm le a poént. Oké. Okay. De érdemes megnézni és a mai napig aktuális ez a film. Én, igen, akkor az tényleg érdekes lesz. <laughs> és nagyon jó van rendezve. Amit többször már megnéztem, mert azt egyébként a tévé is adta, az ugye a Tanú, na, az, az zseniális. Az, az <laughs> szintén a mai napig szerintem aktuális, egyre inkább egyébként, sajnos. De ez ez a, ez a De film, én... kérlek szépen, ez a... ez a, ö... De értem, hát szegénylegény. Szegénylegény, nézd meg. Gondolom, ebben hosszú snittek vannak. Hosszú, meg... lassú a film, talán mm. három órás és most pontosan nem emlékszem rá. Mm de hosszú lassú, lassú snittek vannak benne, de érdemes megnézni, mert ahogy beindul benne az akció, idézőjelben, most majd ah. ott végén kurva nagy csattanó lesz. Okay. Nézd meg, mert tanulságos Jó. film, érdemes megnézni. Tehát, ez nem annyira művészkedős, nem annyira ilyen allegórikus, mint, a, mint az összes többi ancsófilm, film, ez sokkal egyszerűbb, érthetőbb igazából ez egy de... ilyen. De abban nagyon igazad van, hogy egyébként a mai mostani 16 vagy 20 éves az nem lát régi filmeket. Nem, tehát... de, hogy is a, a 99,9%-a nem nézi meg, és azokat az értékeket, amit a mozgókép hordoz, azokat muszáj átadni ö, ma is minőségben. Tehát hogy ez hmm. nagyon fontos, hogy hát igen, újra el kell mesélni a történeteket, de mondok egy egyszerű példát, az is fog változtatni a filmen, hogy amikor most itt lenne egy forgatókönyv előttünk, igen. Te is egy filmrendező vagy, én is egy filmrendező Igen. vagyok. Ugye a forgatókönyvben pontosan ugyanaz van leírva, mert ugye egy forgatókönyv van, de a te filmed is tök más lesz, meg az enyém is. Ha. Semmi köze nem lesz a a, a, tehát a két filmnek egymáshoz. Ja, értem. Mert máshova teszed a hangsúlyt, lehet, hogy jelenet sorrenden változtatsz egy kicsit, stb. 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 Tehát itt van egy forgatókönyv, de két rendező ugyanazt a forgatókönyvet teljesen másik fogja megcsinálni. Biztos lesznek hasonlóságok, Aha. de az, hogy hova teszi a hangsúlyt, mit akar ebben ábrázolni, mit akar ebben hát beleépíteni, igen. nem tudom, stb. 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 A helyszínek, azok a karakterek, a szereplők, tehát teljesen más lesz a két film. Pedig ugyanaz a forgatókönyv. És ezért van létjogosultsága az újabb filmeknek. Na, mi van még? Mit írtál fel, Na, nekik? Még, hát jó, sok, sok minden. De jó, például az, hát, amikor ugye a kamrába, ugye kinyitja a kamrát ugye a főhős, sőt, valójában nem is a főhős, hanem ugye az egyik katonatársa, ugye ilyen kódfejtő van na mindegy, megfejti a kódot, kinyílik a kamera, amiben igen. ugye AO él. Ja, igen, igen, ez a nagy alakú zsilip. Így van, alakú zsilip, hát egyébként az ö, voltam. És nézi a tévét. És nézi esik. a tévét. Olvastam kommentet, hogy ez a zsilipnyitás, ez egyébként a Fallout videójátékokból volt hozva, de mondjuk ez jó kérdés, mert máshol is lehetett ilyet látni. Figyelj, mindegy. ezek már ilyen részletkért, tehát igen. Ez, ez, minden, de, ez, ilyen mindent rá lehet olvasni. Persze, de amit akarok mondani, hogy ugye ott, ugye elkezd beszélgetni a hoval, majd bejön egy öreg nő, aki ugye a fős, a majának titulál. feleségének hisz. Igen. Majd kírül, hogy valami öreg nyanya. Igen, igen, igen. igen. Ráadásul tanárrobot. Nem, nem tudom, mindegy, nem mindegy igen. igen most... És ugye egy pisztolya valami valamilyen fegyvere lelövi. Igen, igen, és igen. És ráüvölt az öreg hölgy, az öreg asszony a kisgyerekre, Ki, tehát Aura, hogy fuss, fuss, keresd meg Nirmatát. Na most én fölírtam magamnak, hogy egy olyan gyerek, aki az első öt évét az életébe egy zárt kamrába töltötte, és onnan valószínűleg egy napra, sőt, öt perces engedték ki, hiszen be volt zárva a kamera, hiszen ő valami csodafegyver, vagy mi, mit tudom én, mi a bánat, vagy még ha az alkotók nem is így gondoltak rá, de mindenképp úgy gondoltak rá, mint valamilyen nagyon becses kincse, amit ugye be kell zárni egy kamrába. Tehát, el hogy kell zárni, igen, biztonságban legyen. És senki ne lássa, meg senki ne érjen hozzá az hogy a bánatba indul el a világba, és keres meg egy ö, embert, vagy nem tudom kit, ö, akit még soha nem látott, és azt se tudja, hol lakik, meg hol bujkál éppen. Vagy, és az öreg öregasszony ezügyben nem segít neki semmit se, tehát hogy... keresd meg, nírma Csak fuss, fuss, keresd meg, de hogy hol, meg miért, meg milyen eszközzel, meg... Meg ut Most meg... lehet -e arra gondolni egyébként, bocsánat. <laughs> Igen. Most mi emberi léptékben gondolkodunk, de lehetne azt gondolni, hogy ezeknek a robotoknak van valami közös felhő adatbázis, Aha. Vagy jó. Akármi, de. Most nyilván ez egy azért gondolat, mert egy az, hogy ezt nem alapozza meg a film. Hát igen. Tehát, hogy nekik valami fajta közös tudatuk lenne, ez az egyik fele. Mert ha közös tudatuk lenne, akkor mindenki rendelkezne azzal a tudással, igen. de nem rendelkezik. Igen. Ezt a film nem támasztotta alá, tehát valójában ezt nem lehet belőle kiolvasni, tehát akkor ez micsoda? Az én szubjektív fikcióm, tehát valójában ennek nem sok köze van a filmhez. Hát, hát igen. A másik, meg az, hogy ugye folyamatosan úgy tekint a kölyökre, az Alfira, a film, hogy gyakorlatilag ő fejlődő, ő egy kis fejlődési állapotban van. Na most, ha fejlődési állapotban van, akkor igaz az, amit te mondtál, hogy az a körülötte lévő világot nem ismeri. Úgy van. Na. Igen. Na most, ha nem ismeri, akkor az, amit mondott a hölgyere, én is emlékszem erre a jelenetre, fuss, fuss, és a többi, mert ugye, de ez, ez is, tehát mekkora az agyvaság. Bejön egy öreg szottyos mama, és azt hiszi, hogy Joshua hogy az a felesége. Hát. Tehát egy. Halott? Jó, hogy a sötét. E, azért. Van, vagy, van e, nem volt, vagy az sötét, vagy, nem volt az olyan sötét. Nem volt az olyan félhomály se. Igen. Kurva nagy képzavar van. Ah, Maradjunk ennyi, okay. Joshua fejében de, kurva de. nagy képzavar hát van. Az biztos, igen. Nevez, nevezzük nevén itt az dolgokat. Hatalmas nagy képzavar van. Tehát, uh, hát ha mindenkit majának néz, hogy nem Persze. Ennyire az. a hát sarki fűszerest is majának nézhetné. Főleg ez egy katonai akció közben, tehát hogy. Hát szóval igen, tehát ő ugye megkap valami, ja és akkor a legszebb az, hogy hogy ugye ő kap egy ígéretet arra, hogy ugye majd a maját ugye kihozhatja, is, ugye őt nem fogják lelőni, vagy nem tudom én, meg, meg elítélni, hol ugyanakkor ez a, a, az a nő, tehát ilyen tábornok nő, vagy nem tudom milyen rangja van, na mindegy, az meg valami olyasmit mond, hogy vagy és nem is tudom, ez melyik katona, de mindenképpen egy, egy amerikai katona mondja, hogy hát aki lázadó, hát azt kinyírjuk, vagy hogy mondjam. Tehát elhangzik a filmbe, így a körülbelül amit tudom én melyik részénél, hogy, hogy egyébként ő neki be van ígérve, hogy majd megmentheti a feleségét, de amúgy, ha nem ő találja meg először valami katona, vagy mit tudom én, bárki, akkor az valószínűleg ott helybe fejbe lesz lőve, vagy mit tudom én, mi lesz. Hát ez meg a másik, mert <hállt> egyébként az meg a másik, hogy, hogy ugye a az robotként működik tovább, így nagy így Na most, amit te mondasz, hogyha megtalálnák, az összes többi ember nem szociálisan érzékeny a robotok felé, nincs érzékenyítve a katonáknál. Tehát amit te mondasz, az történne, lelőnék őket, hiszen igen. az a parancs, hogy érik a narancs. Hát igen. Tehát ha le kell őket darálni, akkor le kell őket darálni. Igen. Úgyhogy... oda megy egy... egy egész hadsereg, Hát annak azért elég nagy esélye van, ha ott lenne a maja, hogy ott meghalna, nem? Hát igen, igen. Mert azért nem biztos, hogy Joshuával találkozik. Most azt lehetett látni talán arra, arra még a helyek között, figyelt is a rendező, hogy amikor ott abba a legelső laborba mennek, akkor ott konkrétan ilyen külön utakon elkezd futkározni ott a, a, Joshua a laboron belül, keresve a feleségét, vagy keresve. Tehát, hogy ő nem is a többiekkel, nem, nem a szakaszban. Igen, mert ugye megy. azt, azzal letetik be a Joshuát, hogy Hogy, Ö... A felesége él. Hát, igen, hát hogy ott kimentik majd. És. Ugye, mindenkit. De hát, bocsánat, azért, azért értem, hogy szerelem meg minden. Hát, Na, de azért egy olyan rakét a támadás után. Hát, igen. emberként élne tovább a felesége, hogy? Hát, ezt én is tudom, ugye ő is akarja elhinni, de azt ott van az a. Ja, van egy ilyen, ja, ugye, modern technológia, ugye, nomád repked az űrben, de a feleségéről készült videófelvétel, vagy ilyen hologramfelvétel az ilyen pixeles, csíkos, alig látsz valamit belőle. Tehát, hogy az nem igaz, hogy, hogyha valaki, mondjuk megfigyelnek mondjuk egy ilyen lázadó tábort. Jó, de az is lehet, hogy az egy akkor csinált, csinált felvétel. Akkor nincs valami fulhádés. A Joshua-t Joshua motiválják, hát hogy ez ő... ez egyébként lehet. Na igen. jó, de ez is megint, micsoda? Feltételezés. A hát is nem derül, igen. Egy dolog kiderül, hogy a felvétel gagyi, tehát egy, egy csúcsmodern, ugye a mostan idősz képest, 40 évvel későbbi, ezében, ugye technológiában járunk. Igen, igen. De képtelenek az amerikai hadsereg képtelen olyan felvételt készíteni lázadókról, ahol mondjuk mindenkinek látszik a testét. De azért van egy ilyen, halálcsillag méretű, stratoszférába lebegő, csatahajója, ami egy ilyen Pest -megye méretű, amit igen. a gyerek ugye természetesen három perc alatt átfut. Igen, igen. természetesen. Hát hallod? Szóval szürális. Hát hát ennyi hülyeséget belerakni ebbe a filmbe. Szóval, hogy is mondjam, én emlékszem, amikor ezt a filmet beharangozták, meg mindenki nagyon el volt alélva, mert új, amicsoda micsoda trélere volt. És akkor én nagy érdeklődéssel kezdtem mondom nézni a trélert. Most ugyanazt tudom elmondani, mint az elején. És hát nekem hatalmas csalódás volt, figyelj, amikor én ezt megláttam, az egész egy ilyen érzékenyítő propagandafilm, már láttam benne az érzékenyítést, Aha. mert egyszerűen az egész semmi más, már már magában a trélerben is, és borzasztó. A más. Tehát, katasztrofális. Igen, miki. mert nem tudom, tehát még egy dolgot szeretnék mondani, hogy ugye, mondja, ami számomra is érdekes mondhatsz. volt, hogy, vagy ilyen meglátású furcsa, hogy ugye a, ezek az Ázsiában élő robotok ugye saját személyiséggel rendelkeznek, hiszen van arcuk, <hül> ugyan a fülük helyén egy ilyen henger van, de, Mindegy, igen. de van, van hangjuk, igen, ö, igen. saját gondolat, még esznek meg alszanak is, tehát hogy szinte már emberek egyébként, még ha a fémtestük is van, de nem is ezt akarom mondani, hanem amikor ugye a, megtalálják a, az amerikai katonanő, ez a tábor... megjött a fagyi, milyen fagyit kérsz? Igen. Tudod, és volt benne volt a gránát. Igen, igen. Hát ez a, igen. Is... Hát, egy robot fagyit teszik, na, szóval ez é, is... Hát nem tudom, hova megy ez a fagyi, igen, én el nem tudom képzelni. De igen. Mindegy, ne? az a lényeg, Ráadásul hogy... Ráadásul az bénázó, meg a kutyával magukra robbanó rendőrök hirtelen kikupálódnak, és ö, ilyen uh, fagyifutárnak beöltözve még egy, még egy, bombát is azért kikészbesítenek házhoz. Hát, Na, hirtelen kikupálták magukat. Igen, ilyen profik igen, lettek. Igen, az, azt se értettem egyébként, igen. De azt kommenterők se, igen, hogy mindegy, ez a csőbomba futár, vagy es ilyesmit írt valaki, nem mindegy. Ezt nem én találtam ki, de ezt tetszett. Meg a, a másik része, hogy... Hát ugyan, de jogos. De hát jó. igen. igen de. Ráadásul rend... Tehát ez megint olyan, hogy ugye, ha azt mondom, hogy valaki rendőr, még ha robotrendőr is, azért gondolom valamilyen törvények, valamilyen... Hogy mondjam... Vezér, Vezérelve alapján működnek. Szabályok szerint kéne, hogy ugye működjenek, és mondjuk... Vezérelve alapján működjenek. Na most az melyik ország, vagy melyik robot társadalom, vagy robot szervezet szabályzatában van leírva, hogyha egy gyanúsított helyét meg tudjuk, a lakását... Egyből gránátra kell bemenni. menni csőbombát kézbesültünk. Gránát, ilyen csőbombával kell bemenni. Hát úgy, úgy mész be rögtön a gyanúsítotthoz, hogy felrobbantod. Igen Hát ez így működik, igen. Ez szerintem egyik ptk ban is. Mert sincs egyébként, bocsánat, amikor bemennek a szobába, meglátják e a kis gyereket. Ugye mindenkinek a lézer célző rá irányul igen. a gyerekre, igen. és a parancsnok megállítja, hogy hoppá, hoppá, hát igen. meglátta a gyereket, hogy hát ő a valaki. Holott, igen. Na de bocsánat. Ja, de szerintem mit akarsz mondani. De hát na de könyörgöm. Tehát igen. akkor kérdezem én. Minek mentek oda? É, Egyrészt, érted? Meg, meg a csőbomba simán felrobbanthatta volna a, a gyereket is. is igen. igen, meg amúgy is. Tehát, hogy könyörgöm, tehát, hogy... Tehát, akkor, a, a, vonatkoztassunk el, de így mész be egy... egy hát figyelj, rendőrségi akció, bebaszok három gránátot, apám, sziasztok, tudod? És, akkor felolvasom a jogait. Felrobbantottam az egész épületet, már lakás, mindent. Igen. Azt a joga van hallgatni, minden, amit volt el ha még él. A, a hogy majd összeszedik a darabokat. Igen, igen. A koronerek. Vagy... Hát szóval hallod? Szóval szürális. És érted, bemennek egy akció közepén, és utána megállítják. Egyébként a rendőrben honnan tudja, hogy ki az? Ez meg a másik. Nincs közös tudatuk. Hát nincs. Tehát nincs közös tudatunk, hogy Maximum annyit tudok elképzelni, hogy az összes robot ugye felnőtt, és ugye... Ezt akartam én is mondani, csak megelőz. De mondjad, 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 mondjad. Hát, hogy esetleg ez nem még a rendőr robotnak, hogy még nem látott gyerekrobotot, igen. De, de hát aztán, hogy ebből mit szűr le, vagy... tehát Na, ez meg a másik, hogy igen, és a gyerekrobotos, az, az mitől különleg? Oké, okay, hát, hogy még nem látott, ez eddig rendben van. Igen. Na, de könyörgöm. Tehát, mert ugye a film nem tisztázta azt, hogy a gyerek az most nő, vagy nem nő, hát sem vagy átültetik a tudatát egy nagyobbba, Semmi, semmi nincs tisztázva. Tehát, hát, a... Szerintem egy kisfiú. Egy, én én azt <kül> Tehát, tehát az, hogy, te hogy te még előtte nem láttál gyerekrobotot, és most látsz egy gyerekrobotot, és igen, és akkor mi van? Tehát ez, ez, megint olyan dolog, hogy igen, nyilván ez, erre felfigyelne bárki, most abból indul, az ő szituációban én robot lennék, és nem, nyilván én is felfigyelnék, de nem az az első gondotom az lenne, hogy ő, aki választott, vagy mit tudom én érteni, Tehát, hogy mi lenne, mi, mi, következne ebből. Meg egyébként amúgy is, Honnan? Tehát most vonatkoztassunk el, ki tud, vagy mit, tehát ki, vagy, tehát induljunk ki abból, hogy ez a kapitány nem tud semmit. Aha. Akkor Ö, hogy lehet az, hogy, ö, hogy mondjam neked, ha egyáltalán feltétel, nem a kapitány, bárki feltételez valami fajta megváltó eljövetelét. Hát igen. Ez, ho, ez miből adódik? Mert oké, okay, megy a robotok között egy ilyen, ilyen, rege, nevezzük neki rege, Na de van több 10 millió robot, vagy 100 millió robot. Hát igen. Ez hogy? Föltöltik a felhőbe, vagy hogy? Meg ugye én azt sem értem, hogy oké, hogy új Ázsia, oké, hogy ö, ott ugye élnek robotok, de ugye a rendőrségnek gyakorlatilag minden tagja robot volt a filmben, holott ugye ott emberek is élnek, tehát Ázsiából ott nem csak robotok, hanem emberek is élnek, és akkor ezek szerint a rendőrség az kompletten már robotállományú lenne, vagy nem tudom, de. De ráadásul, hogy a rendőrségnek milyen céljai voltak, meg ők mikor mentek volt, meg mikor most nem, most akkor mindenki most már? Nem, hát ott szerintem vannak emberek is. Szerinted, de a film hát, az nem mutatta ezt, vagy mutatta? Hát, hát, de... Ja nem, a nem, falu, nem, amit a ráépítettek. Fal, persze, ott voltak emberek. Voltak emberek. Ja igen, mert ugye mondja, hogy izzi, hogy hát nagyobb szívük van nekik, az emmének mint igen. nektek. Ő, ezért fognak ők győzni. Eset, Na, de hát ez is, hát, hallod? Igen. Tehát, hogy ez, Hát olyat el tudok képzelni, hogy, hogy mondjuk a -e rendvertartás rábízzák a robotokra, mert hogy ugye ha őket lelőik, vagy akármi nem gond, bár ugye bár egymást azért megsiratják, meg ugye még mutatnak ilyen, tehát ilyen indiai szokás szerint ugye ott a Indiában elégetik ugye a holtesteket, és ilyen robotokat is mágián égetnek, na mindegy, jó, szóval van ilyen is a filmben, ez különösen izgalmas volt, de, de azt akarom mondani, hogy tehát, élő, tehát emberek is élnek Ázsiába, de a rendőrségnél nem láttam embereket, tehát ott csak robotokat láttam. De hogy egyébként milyen parancsok alapján, meg mikor, hova mennek ki, hát az sem. Jó, figyelj, nem. azért azt hozzá Jó, kell tenni, minden. a film védelmére mondva, Igen. meg bármilyen filmvédelmére mindent egyértelműen nem tudsz akkor Na, sem letisztázni, okay. mert akkor a film az nem a, két óra, hanem 132 óra. Igen, jó világ. Tehát nyilván mindent nem tudsz, de attól függetlenül ö, törekedni kell arra, hogy az, amit ábrázolsz a filmben, az logikus legyen. Erre, erre törekedni kell. Hát mindig lesznek olyan kiskapuk, hogy bele lehet kötni mindenbe. Ha, jó, Tehát, hát igen, nem akarok. Csak, is csak a, a, hogy is mondjam neked, mindig lesznek ilyenek, de ennek ellenére vannak mégis csak jó készült filmek, amiben nem nagyon lehet belekötni. Ott van igen. például a John Frankenheimernek a Ronin, amiről úgy korábban beszéltünk. Aha. Ez egy olyan zseniás mestermű, hogy nem is nagyon tudtam belekötni semmibe. Hát Mert az minden szempontból egy profin összerakott film, profi színészekkel, profi rendezéssel, az egy profi iparos munka. Meg például nekem nagyon tetszett, ugye a Batman kezdődik, meg mit tudom, ezek a mostani modernebb Batmanek. Nolan. De, Nolan, de kétségtelen, hogy egyébként többször újra már most már ugye a, a, ilyen UPC is adta, uh, hát nagyon sokszor. Azért már uh, ki és, is ott kilógaló látni. És, és, igen, tehát egy ilyen 5-6-szori nézése már... Hát igen, szóval amikor először nézed az ember, meglátni, nem? akkor visz magával, és akkor egyébként teljesen összepasszol. De ez kiábrándító, nem? Hát egy kicsit igen. Tudod, de tudod, tudod, mi, tudod, mi ezzel a izé? Viszont rengeteg olyan film van, amit meg megnézel sokat szorra, és még mindig jó. Hát jó, oké, igen. És nem érzem, most nem az érzelmi alapú kötődésre gondolok itt, hanem mondjuk szakmailag vannak olyan filmek, amit a mai napig én azt mondom, hogy egy mestermű, mint ah. például a Ronin, és van egy, vagy a Matrix egy, vagy nem tudom, stb., Ilyen. amit akárhányszor megnézel, mégis nem, 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 fogod érezni, hogy kilóg a lóláb. Viszont vannak filmek, amit ha megnézel, és persze bele tudni azt, hogy fiatalabb voltál akkor, nem volt annyira jó rálátásod a világra, a filmekre, stb. Én nekem akkor például nem volt meg még a több mint tíz éves filmes tapasztalatom, meg a két diplomám, meg stb és engem is elvitt magával a Batman, de nagyon sok olyan film van egyébként, amit például ezt a filmes blogomon írom, hogy vannak olyan filmek, amit sorozatok, amit nem éri meg újra nézni, mert valójában oh. ö, meg kell maradni annak a gyermeki oh. bájban, amiben, amiben ugye te gyerek, gyerekként ezt Igen, megszeretted. A második újranézésre már csökkenni fog az élmény. Nem is az, hogy a második hmm. újranézésen, amikor már olyan szakmai filmes háttér van ja. mögötted, meg élettapasztalat, és, meg, úgy. és mm -hmm. megnézed, és van film, ami akkor is működik, az a jó film, ah. és van film, amit sajnos visszanézés és rájössz, hogy hát rengeteg sebtől vérzik, de valami végtelen számban. Ah. Ilyen volt például a Knight Rider sorozat, az egy borzasztó, borzasztó nagy csalódás volt egyébként. Okay. ez Abba csak butaságnak a butasága van. És egyébként ezt simán meg lehet nézni. A 80-as, 90-es években rengeteg sorozat tele van dramaturgai hibával, hülyeséggel, butasággal. Vannak kivételek, amik nem de inkább ezek a gagyi sorozatok, mert egyszerűen próbálnak a kereskedelmi egy órában, ebben 45 perc, 55 perces kereskedelmi egy órára belezsúfolni egy logikus történetet, csak akkor még nem volt meg a professzionális írók arra, hogy, hogy e, erre az időintervallumra írnak egy logikus ah. profi sorozatokat. Ma már ezek, 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 ezek már léteznek, és nagyon jó sorozatok vannak erre, 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 erre a kereskedelmi egy órára de a 80-as, 90-es években basszus halott annyi, hát a, csillag, a csillagkapuban minden részben alsó hangon öt dramaturgiai hiba van. Minden részben. A fel, halott, elkezdtem nézni a csillagkapushoz az újra, a legeslegelsőt, és teljesen hülyeségek tömkelege volt benne, yeah. megszámlálhatatlan mennyiségben. És így Úristen, mondom, hallod, ezt a sorozatot, én nekem ez tetszett, hát hallod, és végnéztem a, nem tudom, a első pár évadot, vagy nem tudom, hány évadot, Aha. amennyi van, és katasztrofálisan rossz az egész, de valami olyan mértékben. <laughs> Na, Nirmata, fejezzük be akkor végül is, hogy már így is eleget pofáztunk erről a hülye filmről. Igen. Beszélünk, akkor hát a zárjuk film... le. A zárjuk film le. vége is furcsa nekem, de mert ugye szóval nem, nem halmoz el minket információkkal a rendező, mert ugye felrobban a nomád, leesik a földre, ugye hát egyébként ebből számomra teljesen egyetem hogy nem a világűrbe keringett ez, hanem valahol azért a, a légkör rosszférám. felső peremén, igen, tehát a gravitáció az egyből behúzza, és izé. és akkor ott nagy tömegű őrjöngés, ünneplés, hát hadd nem mondjam, hogy függetlenség napja végjeleneti hangulat, de hát ezt már tényleg csak egy Margot edzem meg. Tehát, hogy ilyen jelentést is látunk már, hogy óriási jó földnek csapódik, és fölrobban is meg sem mindegy. Ö ö örülnek, ünnepelnek a, a túlélők, meg ezek az ázsiaiak, és akkor ugye az, Al az Alfi is elkezd sírni, először sír, majd a film legvégén, amielőtt elkapnák a, a képet, elmosolyodik. Én erre emlékszem. De aztán, hogy ez mit jelent, meg miért jó, azt nem tudom. Azt, hogy miért sír, azt tudom, mert ugye meghal az apja, vagy hát ez a Joshua, és tulajdonképpen az anyja is fönnmaradt a hagyom, Tehát végül is meghal mindkét szüleje, vagy nem tudom, hogy mondjam. De, de, de nem sír folyamatosan, hanem a végén így elmosolyodik. De egyébként, hogy ő utána megteremtette a békét, vagy, vagy nem tudom én, meg, meg mit tudom én, mit csinált, hát ez, hát, ez nem derült. Ezt majd én. figyelj, majd a egy kreator ilyen. A esetleg kiderül. Hát, hát, nem szeretném megnézni. Nem is szeretném, hogy megszülessen. Majd egy ilyen rendező, ilyen director kommentáriban majd megnézzük, hogy mire gondolt a költő. Ja, oké, jó, oké. Jó. Nem tudom. <coughs> mit akart elmesélni a költő? Hát az az igazság, hogy figyelj, nekem egyébként nagyon nagy csalódás volt, mert amikor néztem, én körülbelül én három darabba tudtam végignézni, de azt is nagy kinkeservesen. Az utolsó 20 percet nem is bírtam megnézni arra fizikai fájdalmak között szántam rá magamat, mert ugye elkezdtek engem basztatni, hogy mégis mi a véleményem erről a filmről, és hát ugye elég nem szedtek úgy beszélni, valamire, nem nézem végig. Na jó, de egyszerűen annyira fizikai fájdalm, annyira lapos, unalmas. Meg ugye ugyanazokat tudom elmondani, mert eddig túlzsúfolt. Igen. Gyakorlatilag. kautikus, Nem tudja a rendező, mit akar elmondani. Hát igen. És figyelj, a látványon kívül szerintem minden fulgáz. Persze, a színészek jó játszottak. Egyébként nem a Joshua az annyira nem győzött, meg a Maja se győzött meg. A gyerekszínész az nagyon jól játszott, az tényleg az, pf, az, az színésznek van születve az tényleg jól játszott, ezt egy, egyébként egy jó barátommal beszélgettük ezt, hogy ő szerinte is egész jó a gyerek, Aha. de a, a, Joshua, meg a izé, meg ez a szenvedés, sírás, pityergés, ilyen tipikus limonádé izé, hát szóval mindegy, tehát zagyvaság, tömkelege a film, nem is nagyon érdemes, csak azért beszélgettünk róla, mert most ugye aktuális hát, jó, film, igen. meg, meg ugye felkapott film, beszélgessünk egy kicsit róla, ilyen is kell, de szóval, hogy mondjam, tehát ezek a baromság, hogy érted, egy ilyen város méretű, több százer legénységgel rendelkező hajón így keresztül szalad a gyerek, meg ilyen körömhegynyi bombával felrobbantják az egészet, tehát hogy ez egybe fel is robban, egy csettintésre lekapcsol az egész hálózatot, meg mi, hagyjuk már. Szóval ezek Igen. ilyen, azért, azért, mert bocsánat, valami Igen. megváltónak van titulálva, attól még nem kell logikátlanságot, tehát hogy mondjam, azért alapozni kell hozzá. Hát nem hát szettem igen. ezeket a gagyi filmes megoldásokat, amikor rámondok valamire, hogy az egy emberfeletti képesség, és utána én nem magyarázom meg, hanem hogy fogadd el, hogy ez egy ember feletti képesség, hát, és akkor ennek, en, ennek oltárán ő bármit csinálhat. Na, ez egy baromság. Hát és nagyon sokan Azt választják hát... ezt az utat, hogy nem magyarázzák meg a képességet, nem magyarázzák meg a szituációt. Nem... Persze, szituációba ábrázolva, tehát nem, nem jelenetbe rakva nem mutatják meg, hanem mondanak egy vagy két mondatot ilyen didaktikusan, vagy elmondják, hogy az egy földön túli képesség, ez egy fogadd el, bármi történik, neked ez, ez így aszeptál, tehát ez, a, ez, az egyszerű gagyi megoldás, hogy én, én aszeptálom azt, amit én, te fogadd el, amit én kitaláltam, mert, mert ez, egy, ez egy speciális képesség. De az, hogy az, annak alapozzunk, annak me, hogy az, azt el is higgye a néző a filmben, igen. az már nem fontos. Te csak hidd el, mert te a néző vagy. Na ez szerintem a nézőnek a nettó hülyének nézése. Hát és ez az egész film, egy, ez egy ez. Ez. ez egy túl Zsouf volt, nagyot akarok mondani, és igazából nagyon akarok markolni, de nem fogok semmit. Hmm. Tehát ez, ez, lett a Nirmata című film. Tehát Igen. Sajnos ez van. Én egyébként nagyon-nagyon szomjazok egy ö, olyan szifire, ami, ami tényleg... Ö, én szeretnék már jó szifit látni, hát komolyan. És szerintem én annyit akarok ezt mondani, hogy ugye a sci-fi szerintem attól sci hogy ugye a tudományos tények abszolút stimmelnek benne, tehát ami már fel van találva, ki van kutatva, abban nem lehet eltérés, mert akkor kilóg a lóláb, és ha azon túl valamit te kigondolsz, hogy egyébként mit tudom én, hogy működnek a fekete lyukak, vagy a bánom is én meg nem mondom, az egy dolog, de a tudományos részének rendbe kell lenni. Aztán utána a, a fantázia része, az, az, már elmehet valahova, és akkor azt majd vagy elhisszük, vagy nem, de akkor az olyan dolognak kell lenni, amit még nem bizonyított a tudomány. Tehát, hogy hogy mondjam... Meg, mert... meg, ami nagyon fontos, amit az eddig is mondtam, hogy kitalálhatsz bármit, de tényleg bármit, ez nagyon fontos, ezt ezerszer mondom, és elmondom ezer egyszer is. oké? Okay. Hogy kitalálhatsz bármit, de annak meg kell ágyazni ja, a igen. filmben. Tehát ja. azt mondok egy példát, hogyha az az alaptézis, hogy egy, ezt már mondtam korábban, de elmondom még egyszer, hogy mindenki ezen a bolygón az alapképessége az, hogy öt métert tud ugrani, és a dramaturgiai feszültség, külső konfliktus alapját az képezi, hogy valaki ezt a képességét mondjuk elveszíti, vagy születik egy gyerek, aki nem ezzel a képességgel születik, hanem teljesen mással, és ez okozza a dramaturgiai konfliktust a filmben azt annak meg kell ágyazni. Tehát előtte én bemutatom, hogy minden ember mondjuk a tó egyik végéből a másik végé át tud ugrani, vagy egy pataknak az egyik végéből át tud ugrani, vagy le tud ugrani innen, oda, almoda, stb. És ezt megmutatom a szereplőkön keresztül a nézőnek, hogy figyelj ide, hülye gyerek, ebben a világban ez így működik. Nézed, látod, érted? Ez így működik. Ábrázoltam, jelenetbe, szituációba helyeztem, majd Elindítjuk a filmet, és születik egy gyerek, vagy nem tudom, valaki elveszíti a képességét, aki nem tud öt métert ugrani, ah. és pont. Igen. Érted? De ennek meg kell ágyazni. Hát... Ez a film egy zagyvaság, úgy, ahogy van. Én például simán el tudtam volna azt képzelni, hogy ugye mondjuk minden robotban van valami mini és ahogy esznek, ráadásul mondjuk nem rendes kaját tettek volna, hanem fémet, akkor az ott beolvad, igen. és utána abból alkatrészeket gyárt, kicsit így kinyílik, szélesebbre nyílik az a henger, és oda beépülnek mondjuk még plusz részek. Igen. Na és jó, akkor, de, na de várjá, És akkor bocsánat. ez egy magyarázat lett volna, hogy hogy tud nőni mondjuk a teste. Tehát... Na de, de ezt tudod miért jó, mert megalapoztál neki, érted? Hát én ezt én. jelenetben megmutatod, hogy mit tudom én mondjuk a filmben végig mennek egy ilyen robotgyárban, és akkor utána ez így működik, ez a mechanizmus, megmutatják stb. esznek, stb. érted, tovább lett fejlesztve, elmagyarázza a mérnök, hogy ez stb. a érted? Tehát ennek meg kell ágyazni. Ha csak, ha csak öt snit erejék, de meg kell ágyazni, mert az egész egy szar lesz. És persze mindennek nem tudsz tökéletesen megágyazni, hát igen. de főleg, főleg egy ilyen filmnél, amikor mindent is bele akarok zsúfolni, nem, kell, nem kell ide írmata, meg szanszkritül izé beszéljenek, meg, meg ízé nem tudom. Lehet, lehet, de azt szépen fel kell építeni. Az, hogy ez... ez... Hát, Na hát. mindegy. Oké. Okay. Szóval én megmondom őszintén, Na. én az imdb m én tíz pontból egyet adtam a filmnek, mert konkrétan ez Az a film igen. ebben a formában nézhetetlen. Ah. Ez persze, most ha nagyon izzi hát. akarok lenni, adhattam volna rá még hármat, négyet a vizualitása miatt, de igazából úgy voltam vele, hogy egyszerűen annyira bosszantott ez a film, hogy ez számomra ez egy nézhetetlen kategória. Igen. Én mondom, én harmadszorra futottam neki, és most is egyébként a beszélgetésen előtt én újra kezdtem el nézni, de 40 percet bírtam nézni belőle. Utána megint így végugradgattam a filmet, mert egyszerűen konkrétan nézhetetlen. Tehát ez, ez annyira lapos, unalmas, rossz a tempója a filmnek, hogy ez egy rakás szarmá. Bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát 80 millió ér, ez lehet, hogy jól néz ki, de hogy olyan üres, olyan üres az egész film, hogy. hogy nem tudom. tehát Igen, Számomra a... ez, ez ez nagyon nagy csalódás volt ez a film. Én de valami, egy szintén. kicsit én is rosszakodtam, mert miközben néztem a filmet egy másodszor, egy óra után, nekem is egy kicsit pihennem kellett. Nem feltétlenül az, hogy nem tudtam nézni de, de fárasztó volt, meg főleg így kirogatni belőle, amit, amit fontosnak tartok, meg hibákat. Úgyhogy én a Loki első részét amúgy megnéztem így közbeiktatva, ez egy 45 perces etap volt, és attól meglepően jól felfrissült az agyam, és akkor be tudtam fejezni a maradék még másfél órát, vagy, vagy egy órát. Na de most őszintén, Miki, ez annyira jó film lett volna. Igen. Akkor valószínűleg nem nézted volna meg a Lokinak. Hát a... ez valószínű. igen. Igen. Hát, szerintem ezzel zárjuk is a beszélgetést. Jó, rendben. Na.